Sziasztok, kedves emberek! Hát itten vagyunk ismét, és nagyon örvendek, hogy ismét eltelt úgy egy hét, hogy még mindig élünk. És ez jó. Na, szia mindenkinek, aki már beköszönt a chatbe. Mindjárt ismét szólítok mindenkit név szerint, tornasorban vagy valami ilyesmi. Akró, Arkham, Grumpy, Jolenka néni drága, Adrien, Teen Wolf negyedik évada, közel sem mentem az ilyen, én ezeket nem bírom, ez az ilyen young adult akármi, ilyen tini farkas vagyok, de az a legnagyobb bajom, hogy kivel járjak az ország, az osztályból. Jó, tudom, most sarkítottam, de az a lényeg, hogy ezen egy kicsit túlnőttem, de mindenki nézze, amit szeret, tehát semmiképpen nem judge-olni szeretnék én itten, csak hogy én ezeket sajnos annyira már nem követem. Vérszegény vérfarkasok. Szelem, Pexi, azt mondja, hogy Bokri, Szöcske, Tomasz, Edem, Bézés csak egy ember. Igen, de hogy ez miért, vagy ez mi, vagy ez hogy? Mert tényleg, tehát hogy ez tény. Nem tudom, láttad-e, de tettem egy lakókocsit a rasztos bázisra, de nem láttam, de akkor majd megnézem. Just Marondo, sziaszt neked is, tyap-tyap, hát szia, vérszegény farkasok, igen, biztos azért ontanak vért, mert nekik nincs elég. Na, hát csodálatos napra villattunk. Szóval virattunk, egyrészt ugye január 8-a van, vérszegény farkak. Az kellemetlen. Szóval január 8, gyöngyvér, Erhard, Tas, Virág, Jukundus és Anasztáz ünneplik névnapjukat, hogyha bármelyikőtök ezekre a nevekre hallgat, akkor boldogat. Azt mondja, hogy én ma kanalattam. Oké, okay. Majd az SMG-s félfogás sorozatra lesz a kencs, SMG-n Sarah Michael, Michael Keller, nem Submachine Gun. Ezek szerint van ilyen. Én annyira lemaradtam, hogy ez valami hihetetlen. Elkezdtem megint a Fringe-et nézni, ami annak idején szerintem egy zseniális sorozat volt. Azt mondja, Jukundus, erről eszembe jutott a régi neves videót. Basszus, meg is kéne néznem, hogy vannak-e újak, mert azért lássuk be. Hú, várjál, 2022-es új anyakönyvezhető nevek. Gyerekek! Oké. Okay. Van ilyen, hogy... Azt mondja, hogy ez nem jó. Ajaj! Eleve így indul, hogy Baba nevek 2022. 62 gyönyörű és különleges név, amit már adhatsz a kisbabádnak. És keresztnevek, amit továbbra sem. Ja, kanalattam, villattam ki, és értem. De anonim, én csak azt sem, hogy Wednesday sikere miatt kasztálta a Netflix ő is az 1899 második, harmadik évadát, csak abba tudok reménykedni, hogy HBO átveszi és befejezi majd. Én nem kezdtem el azt nézni, mert azt tudom, hogy egy ilyen eléggé ugye bonyolult, tehát a Darknak az alkotói csinálták, ami szintén nem volt egy egyszerű dolog, én nagyon szerettem a Darkot egyébként. És jó, hogy nem kezdtem ezek szerint nézni, mert hát ezek szerint akkor nem lett befejezve, és nem lesz befejezve. Ha majd jön egy olyan, hogy valaki befejezi, akkor elkezdem nézni. Szia, Dobison! Z Nation-t néztem, baromi jó. Oké. Okay. Submachine Gun-os vérfarkasos sorozat. Azt nézném. Szeretném letölteni a Bézés Stream intóját csengő hangnak, meg van valakinek MP3-on fizetnék érte. Bézének megvan, szerintem. De tényleg. Na, lehetem betegség okán, nem tudtam mit csinálni, elkezdtem ezt az Alfot. Iszonyatosan feel-good sorozat lett nekem, de régi az. Mi Stardew Valley-ztünk ma tegnap, meg Mythic Quest és Book of Life. Utóbbiakat nem tudom mi. Zombi sorozat fekete humorra, amit egy kicsit morbidabb Zombieland sorozat. Tia Peti. Na nézzük ezeket a úristen, baba nevek, gyerekek. Jaj, olyan jó lesz. Éppen Rowan Atkinson, The Devil, Toby Welcomes You to Hell című előadását készítem megnézni. Természetesen itt leszek, majd megnézem később. De hát nyugodtan nem vagyok én kötelező. Kedves esetleg mindenkinek, bocsánat, tegnap este már nem tudtam visszatérni a stream végén, amikor megérkeztem, már vége volt, az emek szerettek nagyon.
Mythic Quest a sorozat, amit már ajánlottam. Ja, akkor az felírva van, csak az agyamban nincs. Nevek show lesz, hát lehet. Na, figyelj. Kérlek szépen. A 2020, bár ez 2021-es. Ja, értem. Tehát a 2021-ben kérelmezett és 2022-ben engedélyezett nevek. Állat. Következő. Női nevek. Szezen. Szezen alkalommal elnevezünk téged így. Ez egy török név egyébként. Vagy lehet például Efráta. Kovács Efráta. De ami még szebb, Rodina, érted? Rodina. Hát én azt mondanám, hogy Rodina, elmentél rodálni? Borzalom, hogy lehet? Na mindegy. Valburga. Valburga beült a Varburgba. Akkor Eleftéria, az egy görög név, és nekem volt Eleftéria ismerősöm, görög egyébként. Most figyelj, bazeg! Óceánia. Hát, hogy könyörgöm, Kovács Óceánia, hát tényleg kurva nagy vagy és nedves, tehát, hogy ez mi? Glenna, Liv, oké, okay. Solina, Solina, és akkor most gondolj bele, hogy valaki Solina, és ilyen halálsápat. Csendes Óceánia, nagyon szép, igen. Jó Istenem, akkor Asella, spanyolból, oké, okay, bizony. Az Efráta, hogy mennyi F-bombot dobsz le két perc alatt, igen. Írem ide. Ezt a nevet kírem ide. Felkészül Eurápia, igen. Szőkei Rodina az élőfarad, igen. Legalább van klamídia vagy kandida. Lesz még az is, hidd el. Írem oda, igen. Femke. Az egy német, tehát Németországban van ilyen név, de Femke, az a kis Fem. De az miért? Alita, persze, Battle Angel. Nagyon jó, most figyelj. Malajka. Malajka és az általa okozott Kalamajka. Vagy hogyha Malajka összejön Majkával, akkor Majka Malajka? Malajka, igen, az a kis szandokánka. De hogy ez, tehát hogy what? Oké, Cassiopeia, hát az mondjuk legalább egy szép görög név, de mondjuk ilyen, és akkor mi, Kaszinak fogom, vagy Peinek, vagy nem tudom, szóval így nekem fura a név, de egyébként az egy tök szép szó mondjuk a Cassiopeia. Elemmel lehet, na jó, oké, Terra. Terra, te akkora vagy, mint a Föld. Tehát, hogy... És Jézus, na ezektől ha kapok hírt, figyelj. Mézi, M-E-Z-I, az ugye az angol Maisie, tehát Maisie névnek a kiejtett változata, mert ugye természetesen Magyarországon csak olyan nevet lehet elfogadni, ami úgy van leírva, hogy már az ősmagyarok is leírták, nem. Tehát, hogy Mézi, Mézike, Istenem, akkor... Jaj, ez a kedvencem, a fogjunk két nevet, és rakjuk össze. És abból lesz egy harmadik, és nagyon jó lesz az. Tehát mondjuk, mint az Anna Mária, ami egyébként az alapvetően nincs gond, de Bella Róza, Emma Léna, Anna Zsófia, így egybeírva, Lili Bella, Anna Dóra, Nina Bella, Anna Dorka, Anna Lea és Elizabella. Tehát, hogy akkor Coca-Cola, igen. Tehát, hogy akkor innentől kezdve bármilyen két női nevet összerakok, az egy valid harmadik női név. Mert végül is akkor most mit tudom én... Fémia Terézia, így egybeírva. Vagy... mit tudom én... Brünnhilda Zsigmonda. Tehát, hogy Leo Izida, Mária Ranka, nagyon szép, Emerencia Fruzsina, Mobászia, Luizita. Tehát ezek szerint ilyet lehet? Tehát, hogy ez egy, it's a thing. Akkor van ennek az ellentét a rövidített alakváltozatok. Eliska. Az egyébként nem tudom, minek a rövidítése az Eliska.
Louisitania. Zsuzsan. Orán. Orál Anália. Ginger Cord. Na de szóval Eliska. Kovács, Eliska. Lizel. Eliska csenői név. Just do it. Elizabeth, tehát most már nem Elizabeth, hanem Elizabeth. Akkor lehet valaki Oti. Oti, mert Otília az már hosszú. Oti. Beszarok. És most már, tehát ugye eleve lehet Magyarországon valaki Manuela. Éve. Jézus Krista. És a Manuelának immár a rövidített változatát is elfogadják. Ami a Mana. Új értelmet kap az, hogy feltöltöm a manát. Bocsánat, tehát ezektől mindig hülyét kapok, és igen, tehát amit Edem ír, hogy külföldi fejjel meg az a vétel, hogy nálunk van egy lista, ami megszabja, milyen neveket adhatunk. Igen, tehát ez egy normális országban ugye úgy működik, hogy alapvetően adhatsz nagyjából bármilyen nevet, kivéve, hogyha az mondjuk értelemszerűen valamilyen erkölcsi vagy egyéb ilyen dolgot sért, tehát mit tudom, hogy mondjuk nem adhatod a gyerekednek a büdös nagy lószar nevet, mert hogy nem tudom, mert nem. De egyébként azt adsz, amit akarsz. Lenyomok egy Mana Potion, igen, és Mana. Lizel szakít valakivel az esznek, Lizelleti, Plizel. Aleska, oké. Na, menjünk tovább. Zália, az a Rozália. Lonka. Póla. És Rozalin. Most nagyon jó. A Rozalin, az a Rozalind rövidítése. Leszedtek egy D betűt, basszus, és azt mondták, hogy szénné cippeltem. Hát mekkora? Mr. Büdös nagy lószarúrat várják a hármas ablaknál, így van. Figyelj, jó, ha van egy kontroll nevek engedélyezésénél, de tehát, hogy ez a kontroll, ez legyen már mondjuk csak az tényleg, hogy ezért, hogy ne nevezzem lószarnak a gyerekemet, de egyébként, hogyha ezért Zvlönnynek akarom nevezni. Akkor hogy nevezzem már annak, nem? Rozali, mint hogy szívgyógyszer. Szia, Nordil. Nem, pontosan. Eden még szebben fogalmazta meg. Nem is próbálom kiejteni. Lehet olyat olyan nevet adni Milda, de olyat is, hogy Mildi. Aztán Mírja. Valamint Leóna. Oké. Okay. Innentől lehet olyan nevet adni a gyerekednek, szintén női név még, hogy Csuda, és olyat is, hogy Iglice. Igen, ez a sajnos GDPR miatt nem szólíthatjuk néven önöket, ezért kérem, hogy az krónikus inkontinenciás úr fáradjon be. Igen, Leóna profi. Bát kis blömny, igen. Innentől elvárja, hogy a Murmány egy férfi név legyen, pont. Én is, úristen. Vátki Lampert Murmány. Csodálatos. Na, idegen férfi nevek, vagy idegen eredetű férfi nevek. Einár. Norvég Einárt ismerek ível, de ez E-J-N-A-R. Tehát Einár. Jézus, jó, megint hülyét kapok. Scott. De így, hogy S... tehát S-Z-K-O-T-T. Tehát az angol scottnak a magyarítása. Mert így már ős magyar kompatibilis, hogy Scott. És hát sajnos ebből kb. Izé lesz orsós Scott. Tehát, hogy mindegy. Szilász. Triton, az mondjuk egy tök szép név, de izé... Oké, okay, köszi, mostantól magyar gyerekeket nevezhetnek úgy, hogy Osama. Ezt hagyom egy picit leülepedni, jó? Hogy Osama. Tehát Kovács Osama. Abszolút egy hekkert támadás által életét vesztettem, hogy újra születő bézemézik műsor, minden bájával együtt, mert autentikusát teszi. Mondom most ezt azoknak, aki a csodát, amire utaltam, esetleg nem tovoztatták meg azért. Annak idején, amikor volt egy COVID-19 előtti világ, nem esetek bézét. Oh. Scott, Scotter, Scottest. Várjál, Németországban születne gyereked, kedves.
meghalok, Jolánka néni, akkor és Pina névre keresztelni, nem kéne honosítani, hiszen tehát most ha neked kint születik gyereked, akkor annak kintén, tehát ott anyakönyvezik a nevét, nem kell azt Magyarországon akkor alkalmassá tenni arra, hogy hosszalmálhat, nem is kártyázom, igen. Eddig felsorolt nevek közül rengeteg LOL karakter neve volt, ennyi elolvasztak Magyarországon. Egyébként ezt teljesen el tudom képzelni. Ugye ezek a nevek, ezek onnan jönnek mindig, hogy valaki ilyenre akarja nevezni a gyerekét. Tehát, hogy beérkezik egy kérelem. Ez nem úgy működik, hogy az MTA-ban ülnek emberek, és azt mondják, hogy te Lajos, kéne valami új keresztnév. Mire gondoltál? Szerintem Iglice. Az hiányzik innen. Jól van, Lajos, köszönöm. Ma is megdolgoztál a fizetésedért. Tehát ez nem így működik, hanem hogy valaki Szent Király rekettyésen lerak egy gyereket, és azt mondja, hogy én Iglicének akarom nevezni. Ez egy Fatmagül, Maricsú és a Fatmagül a világ egyik legjobban hangzó neve. Hogy érzed magad? Hát olyan Fatmagül. Sajnálom a szülőket is. Én nem tudom sajnálni őket, én vagy lesajnál, nem tudom. Én borzalom, hogy milyen kulturálatlanság megy, de mindegy. Nagy új! Az meg gyerekek. Férfi név mostantól anyakönyvezhető a Peng. A Peng. Jó, teljesen egyetem, hogy ez miért van, tehát ugye most már van egy tonna magyar állampolgárságú kínai, aki ennek ellenére ugye eredeti nevet akar, és gondolom ez volt az egyik legnépszerűbb, de hogy ezek szerint tényleg bemehet bárki, aki oda megy, és azt mondja, hogy Puskás Peng, igen, ugye Pengető, végbé. Toronydarú fiú névért hajlandó lenni globbizni. Bátki Lampert toronydarú. Oké. Okay. Latif. Az is egy fiúnév. Faris. Az is egy fiúnév. Ramzi. Demir. Berker. Ezek mi? Berzerker. Oké. Okay. Nien. Sotiris. Kérem szemben, hogy Kovács Kratos toronydarú. Zerberker. Ömer, tehát az a... Na? Ki vállalja, hogy kiáll a szikla szélére és csinál egy hátra szaltót? Ömer? Oké, Kaled. És igen, megvan a következő DJ-s név, a Jennifer és Jessica után. Jefferson. Jefferson! Tehát komolyan mondom, ki fog állni valaki, és azt mondani, vagy azt mondja, hogy Kovács Jefferson vagyok? Tényleg? DJ-vel? Mint az állatok? Jó Istenem! Akkor ezen kívül... Igen. Ha valaki kételkedett volna, hogy a Witcher sorozat, bocsánat, vaják sorozat után nem lesz olyan, hogy Geralt, de úgy, de A-val, nem A, Geralt. Egy ideig engem ez a dolog triggerált, de most már tehát Geralt. És van Elládán. Gyűrűkurás. Pengül, de... Igen. Szóval... Mi ez? Az utóneveket mindig a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének 5 fős bizottsága bírálja el. Komolyan akarok ott lenni egy ilyen ülésen. Tehát ott van egy 5 fős bizottság, akik között van nyelvtörténész, stilisztikával foglalkozó szakember, aki a jelek szerint hiányzik folyamatosan,
Rendben, jó lányka néni. Szociolingvista, és ez az öt ember, ezek így Geralt lova után nevező szentségeket, aki azt kérdezik, hogy keszeg nevet viselni. God. Szóval ezek ott ülnek öten. Egyszer csak valaki így jön, és azt mondja, hogy elnézést, nagyméltóság uraim, érkezett itt egy kérés, hogy Bakonyszent Motorosban született egy ifjú magyar, és a szülei a Jefferson nevet szeretnék nekik adni. Nem, sőt, a szüleik a Jefferson nevet szeretnék neki adni, és akkor azt mondják, hogy hát alapvetően tulajdonképpen akár lehetne is, de az ős magyarok nem mondták volna ki azt, hogy Jefferson, tehát, hogy az úgy nagyon Amerika, meg úgy egyáltalán azt most nem szeretjük, tehát, hogy azok úgy írták volna le már rovásírással is, hogy DJ-vel, mert az egy szép magyar betű, tehát, hogy akkor Jefferson, ellenvetés, Kovács úr, akármilyen, igen, nincs, jó. Hát akkor de Jefferson jóvá. Tehát ezen az ülésen akarok én ott lenni, ahol azt hallom, hogy ezek a szerencsétlen ágyútöltelékek, akik ezért kapnak fizetést, hogy de Jefferson az lehet, hogy ez hogy? És ott, amikor így ezt eldöntik, és ott szeretnék fölállni, na most már azért az meg elég legyen, tehát hogy inkább menjetek baznak fát vágni. Ja Istenem, öt majom dönti a szegény gyerekek nevét, Virág most élt meg a pusztán. Ja, igen. Oké. Okay. Érdekes, azt mondja, hogy 14 alapelv segíti őket. Egyrészt, hogy a születendő gyermek legfeljebb két a nemének megfelelő nevet választhat. Nem a gyerek választhat, hanem neki választhatnak. Az fura lenne, hogy nulla napos korában, hogy fölsír a gyerek. Azt mondja, hogy oá, de Jefferson akarok lenni. Na mindegy. Nagyon fontos, hogy aki, vagy amilyen nevet férfi névként már elfogadtak, az nem fogadható el női névként is viszont. Tehát ezzel mondjuk, én nagyon elcsodálkoztam annak idején, mert én például Kanadában ismertem egy csajt, akit Leslie-nek hívtak. És az teljesen legit, mint ahogy gyakorlatilag tényleg, tehát, hogy ott hívhatnak akár Johnnak egy csajt, vagy bármi, nem nagyon szoktak, de például Leslie, az kifejezetten egy a divatosabb ilyen mind a két névnek adható között van. Na most, hát na ez itt van az, hogy az új nevet a mai köznyelvi kiejtésnek megfelelően a mai magyar helyesírás szabályai szerint kell bejegyezni, tehát nem lehet valaki Claudia, hanem Claudiának kell lennie, és egy Janis helyett Dzsenis. Antal is uniszex, igen. Tévén nézzük most téged, és rászálltam, hogy muslinca, én meg az egér kurzóra próbáltam elzavadni, és sikerült. De várj, mondd, hogy merre van, és akkor majd én is tudod, ez a... Így. Egy ősi magyar névnek tartott név bejegyezhető, amennyiben hiteles, írott források alapján tudományosan bizonyítható, például az Ünige. Ős magyar nevek. Tehát például, ha én szeretném azt a nevet adni valakinek, hogy Kurd. Mert hogy volt ilyen ősi magyar név. Akkor én innentől azt mondhatom, hogy a gyerekem legyen Kurd. Vagy Vadony. Legyen a neve az én gyerekemnek Bátki Lampert Vadony, mert igazolható ősi magyar név. Tehát, és az lehet, de Jennifer J-vel nem. Mi a Just Chris? Mi a tépa? igen, meg. Igen. Istenem.
Szerintem, igen, hajrá kurd, igen. Ja Istenem, jó mondjuk ettől a Margó néven sikítoztam nagyon sokszor, hogy ez egy Úristen, mit csinálsz az osztálytársaddal? De hát a tanárnő mondta, hogy húzzuk meg a Margót. Na, elne kurd. Istenem, mondja, ezekből a nevekből kell egy csodás vers. Már írom is. Már írom is nagy szeretettel. Meg is írtam, tehát magyar névadás írt a Bézé verse. Lehetne a gyerekem John vagy Jack vagy Mary, de itten az MTA kiskanállal méri azt, hogy kit hogy hívhatnak, és hogy legyen írva, ezért sem lesz gyerekem, ne fakadjon sírva. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam. Hát igen, ilyen dolgok történnek. Azt mondja, hogy bárki Nimród. A Nimród az tök aranyos név szerintem. Nimróddal, igen. És a férfi és a női neveket nem lehet keverni, különben ma itt is lenne Kovács Kurt meg. Kurva jó magas forma, igen. Bátyám gyerekét Nimródnak hívják. Nimród az nekem tetszik. Meg hát van filmrendezőnk is, ráadásul világhírű Nimród. Lesz olyan korszak, amikor újra divatban jönnek a klasszikus keresztnevek. Elég sok van még most is, tehát én azt mondanám, hogy egy csomó olyan név tűnt el, amit már nem nagyon baj, hogy keveset adnak. Mint például a Pál, meg a Kálmán, meg a Lajos. Tehát az nem biztos, hogy baj, hogy, vagy nem biztos, hogy nem baj, hogy azok már így nem nagyon vannak. A Zoltán, ugye hát az volnék én, ráadásul a harmadik nevem meg László. Én ezeket nem nagyon szeretem, de hát most ez van. De szerintem vannak egyébként ezek a névek, névek. De alapvetően ugye hát mindig vannak ezek a nagyon ilyen nagyon túlhypolt nevek, ugye most nagyon-nagyon sokáig a Bence volt, minden gyerek Bence volt, és Slapszap, elment Szlapalom, yes. Bors és Marlon Brando, igen, mi a baj a Pállal? Nem tudom, nem szeretem, szerintem a Pál az egy ilyen 60-as évekbeli ilyen kimért szocialista úr. Szóval minden gyerekben CE volt. Igen, Mérce. Szerintem vannak olyan nevek, amit a szennyi gyerek instant öregé válik. Ernő, Jenő, Erzsébet és hasonlók. Nekem ilyen a Pál meg a Kálmán például egyébként. A Lajostól meg mindenki autószerelővé válik. Tehát, hogy tudod, ez egyébként egy olyan dolog, hogy valószínűleg van valamilyen olyasmi, hogy gyerekkorodban Lajosnak hívták az autószerelőtöket, vagy nem tudom, és akkor attól hirtelen tudod, így mindig mindenből ez villan be. De ez Tibor az igazi szó. Na jó, de várjál, ráadásul Tibor, nagyon fontos, hogy hosszú ível mondjad, a Tibor, mint a hüttő. Na, nézem még, hogy mik a lehetőségek még. Tehát, hogy mi alapján csinálják ezeket a dolgokat. Azt mondja, hogy amennyiben az újabb idegen eredetű utónévnek van magyar megfelelője, úgy azt javasolják. Tehát például
Jackó Eline helyett Jacqueline. Van ilyen név, hogy Jacqueline, és így van leírva, mint a Zsák. Jacqueline. Anikol vörös rövidhajú szemüveges ügyintéző, igen. Párol Lajos abszolút nem ezeket. Igen, mondom, valószínűleg ez az ilyen gyerekkori vagy ilyen fiatalkori kódolás, ennyi. Becéző név csak abban az esetben elfogadható, amennyiben annak az általa képviselt típusnak már vannak hagyományai a névkincsünkben, ugyanakkor a többszörös becézés nem, például a Bende név elfogadásra került, de az Icuka, Loncsika, Gyuszkó nem. Megint csak miért? Igen, a vármegyékben nem jók a Jacqueline-ok, igen. A Zsák az bizony valószínűleg Zsák lesz, ha egyszer elfoglalják és megtalálja a foltját. 2015 dolgostan is Jacqueline, nagyon szép. Az köznévi eredetű fantázia nevek akkor bejegyezhetők, a név jelentése feltétlenül nem lehet hátrányos a név viselőjére, például Áldáska. Ugyanakkor nem javasolják az olyan név bejegyzését, amely hangzásában jelentése van a gyerek személyiség fejlődésére nézve, a későbbiekben véletlenül káros lehet. Csibécske, Kopasz, Pötyi és Kivi nevek például ezért lettek elutasítva. Kovács Ispán. Na most így elolvastam ezeket az alapelveket, de ez nem mind. Tehát, hogy ha most megnézem, hogy miket fogadtak el eddig, akkor azért így ez nem teljesen... Na mindegy. Viszont itt vannak, hogy miket nem engedélyeztek. Nem engedélyezték például a következő neveket. Zuri, Erin, az Erin. Szerintem az Erinnel semmi baj nincs. Éden. Én ismerek Éden nevű csajt, bocsánat. Magyarországon született Éden nevű csajt. A Tiansen nevű zenekarnak az énekesnője, úgy hívják, hogy Radó Éden. Akkor azt most hogy? Akkor Penda, Doron, Zola, Tyler, Sasha és Angel. Visszatértem, csokolom. Ennyi idő lehet kazetta is, de mindig elutasítják, igen. Írásmód miatt a Fanni, Maja, Emily, Zaja, Zoya, Nora, Jászmin, de Y-nal, férfi nevek Byron, Byron, Jurek, Roy, William, Carlos, Daniel és Ákos H. Ki akarta a gyerekét Ákos H-nak nevezni? Tehát ha már ott van az a név, hogy Ákos. Ki, tehát miért gondolta azt bácsi és néni, hogy az ő gyerekük az igenis legyen Ákos H? Na mindegy. Akkor Ákos H? Igen. Én is elgondoltam, hogy megláttam az Éden nevet, akkor is van ez. Lehet egyébként, hogy akkor kb. Mondjuk, mit tudom én, éppen kiküldetésben voltak a szülei, mit tudom én, hol Myanmarban, mikor született, nem tudom, de Ákos ha egyik van, igen. Tehát túlságosan becézés miatt elutasították azt, hogy Mimo, Zsu, Bebi, Dusi, Pötyi, Pannika, Méhik, Méhike! Valaki azt akarta, hogy a gyereke legyen Méhike. Oké. Okay. Uzsi, Nati, Nuca, Dorci, Dani, Bandi, Zsoltika, Marci, Levi. Oké. Okay. Nem hiszitek el. Szia Balázs. Valaki megpróbálta tavaly bejegyezni a Pandémia nevet. Imádom, Kovács Pandémia. Nagyon szép. Mondom, nekem, ha véletlenül lenne gyerekem, azon belül is lányom, akkor mindenképpen megpróbálnám, hogy Bátki Lampert dekadencia legyen, annyira csodálatos. Kovács Leokádia, igen. Szerintem a dekadencia név csodálatos, és akarom. Vannak előnye az ilyen szabályozásnak is, pont az ilyen nevek kivédése. Igen, de azt mondom, hogy tehát legyen az, hogy az ilyen túlzott neveket kivédjük, de azon belül azért lehessen már egy kicsit nagyobb szabadság. Ezeket meg is értem, amikor 70 évesen Zsoltika vagy, az enyhén kellemetlen lehet, igen. Nekem egyébként az ős magyar nevekkel nincs különösebb problémám, azon kívül, hogy némelyik rettentő furán hangzik.
mint ez is a legtöbb dalcsupán megszokás kérdése, evolúciósan magyarázható jelenség, ami maga az ismeretlentől való félelem, vagy jobb esetben az attól a racionális alapon nyugvó tartózkodás, igen. Kiváló előadás Stanford Egyetem YouTube csatornáján Robert M. Sapolsky okítja a hallgatókat, a tananyagnak ez is ez a címe. Köszönöm, már megint mentek valamit, amit ajánlasz. Egyszer, annak egy újsághír is volt belőle a pandémiából. Ezt nem volt meg. Én akarok mondani, fekete halálérőre. Márki Lampert, Mónika, nem. Nem. Rúgja meg az inkontinencia, azzal megszívnánk. Az ismányi nevekkel az a baj, nekem is ismányi hasonló jutott, miközben én nem magyar vagyok, és hányok az asszimilációtól. Külföldön egyre kevésbé akadnak fel ilyesmény, ott nem megszabott a lista, igen. Ezeken a névkérelmeknél nincs jobb érve arra, hogy engedélyhez kötni a gyermeknevelést, igen. Mert igen, amit öpsömör. Oké. A következőket nem engedélyezték még, tehát ez most már ugye a szülőket jellemzés, nem az MTA-t. Megpróbáltak bazd meg benevezni olyan, vagy bejegyezni, tetni olyan nevet, hogy tündérmese. Mi? És nagyon szépen köszönöm a rédet, drága Szabi. Kaptok is egy show-t. Azt mondja, hogy show, exo. Relatíve, bár úgyis mindenki ismeri a Szabit, de aki nem ismeri a Szabit, az azonnal kövesse be, mert egy csodálatos ember. Itt most egyébként éppen, kedves, ja igen, tehát hogy üdv mindenkinek, Bézé vagyok, 48 éves alkoholista, de már nem, és nem sokára 49. Zenész, újságíró, műsorvezető, hajtulajdonos, jó, most hátra van fogva, de értitek, itt van, tessék, meghoztam, meg dolgok. És alapvetően zenélni szoktam, csak mostanában a gépem kicsit meghalt alóla, de így szoktunk itt zenélni, meg játszani, meg retro játszani, meg együtt játszani, meg beszélgetni, ilyesmiket szoktunk. Ja, és macska szülő, igen, mondjuk nem én szülöm a macskánkat mielőtt, de igen. Szóval örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogyha esetleg maradtok is, mi szépet csináltatok, és... hol lehet megtekinteni? Macska tartott, igen, bizony Amplex stream. Éppként azon gondolkoztam, olyan volt is már, szóval azt egyébként lehet, hogy csinálhatunk majd egyszer. Na, most éppen az új anyakönyvezhető keresztnevekről beszélgettünk, amiben volt egy-két ilyen nem hiszem el feeling, de most már ott tartunk, hogy mik azok, amiket valaki megpróbált engedélyeztetni a saját gyerekének, és aztán akkor utána el lett utasítva, és ez már bizony ugye egy kicsit a szülőket jellemzi. Drága, csodálatos, gyönyörű Besz, hát szia! Szóval, tehát mondom, ott tartottunk, hogy például tavaly valaki megpróbálta bejegyeztetni a gyerekének a pandémia nevet, imádom, de aztán például próbált valaki a gyerekének olyan neveket adni, hogy királylány, tündérmese, almapille, oké? Okay? Kovács almapille. Szia, hangtalan. Azt mondja, hogy elszúszókát, tehát aranyos, hogy elszúszókát. Na, Rozs. Ez is egy női név, hogy Rozs lett volna, ha... Igen. Na de... Pompánia! Az a pompás kompánia? És valaki azt mondta, hogy legyen Kovács Pompánia. Férfi nevekből a marcipán, a türkiz és a zerge nem kapott lehetőséget tavaly. Akkor mesefigurák, kérlek szépen. Nem tudtam, hogy vannak ilyenek, de hogy leukémia miért nem lett, ugye? Szóval, hogy elutasították tavaly a cerceruska, a kufli, a röneszmé. Mi? Röneszmé. És a csiribiri neveket, valamint a mauglit. Folyó neve. Megpróbáltak emberek sajónak, tiszának és kaposnak nevezni embereket, és most jön a legszebb. A Vasziljevics. Elutasították a Vasziljevicset. Kész.
Renesmé az alkonyatban volt. Akkor megértem. Renesmé se ragaszkodtak hozzá, igen. Kovács Iron Man, igen, Kovács Kapos. Hacsek Sajó. Fú, gyerekek, én úgy érzem, hogy ez a névmizéria, ez folyamatosan, hogy ezt minden évben érdemes megnézni. Mert csodálatos dolgok vannak. És nagyon szépen köszönöm, Sánchez, ismét a kis én reklámot, és valóban, tehát pénteken este játszunk a Robot nevű helyen Budapesten a Wall of Sleep-pel. Nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha jönnétek, legurítunk egy-két innivalót, meghallgatjátok, ahogy Harán Terpezben ordítom a rock'n'rollt, és megbeszélnénk élőben a világ dolgait. No, mit szóltok? A Filemon volt ilyen segédprogram, ami ugye fájlokat monitorozott. Tehát az végül is teljesen értem. Új szappanoperák, új nevek, igen. Na mindegy, ez durva. Esetleg jöhet, hogy mik voltak a leg... vagy mik... Igen, tehát hogy az életetekben milyen legfurcsább nevű emberekkel találkoztatok. De hát igen, csak 11-én leszek Pesten. Ja, gyerekkorában. Mekkora lehet volna bevezetni a Rozs női nevet? Mekkora lehet volna, hogy valaki mondja, hogy csak az öreg Rozs néni, akit mindenki csak Rozsdaként ismer. Filemon és Bonifác, dehogy nem, tényleg. Tényleg. Volt ilyen mese. Ez ilyen almapille féléket után nagyon, de közben kicsit még látszik, hogy van egy utolsó védőbástya a gyerekeknek a véres szaj, ez anyukáktól. Igen. Almapilla, de lehetne ilyeneket így tényleg ilyen Bátki Jolánka, igen. Cserepes virág, igen. Ma Pilla névnap van. Óriási. De szóval most tényleg most gondolkozom azon, hogy milyen hülye neveket kellene így összeilleszteni, hogy ilyen almapilleszerű marhaságok legyenek, és akkor mondjuk például tényleg lehetne ilyen rózsagyöngy. Nem, az mennyire ilyen, ilyen román regényeket író, ilyen galamblelkű valaki, hogy Kovács Rózsagyöngy. Igen, azt tudom, hogy Sánchez most nem tud sajnos jönni, de egyébként februárban is már készülődik egy koncert, csak az a másik zenekarommal, az At Night I Fly, szintén Budapesten, szóval ahogy annak is lesz egy végleges eseménye, akkor azt is be fogom dobálni. Közvetlenül csak cserépvirágot és kisvirágot ismertem. Gimis osztálytársam ismert egy ordas farkast. Miskolci telefonkönyvben Fucker, Fucker, Fridolin, óriási. Igaz, ahogy van, találkozik kis Akileusz és Kovács Hektor megismétlő trója, igen. Rózsa György. Nora Berte Vészi, a viszonylag Leokádia, igen. Láttam egyszer névtelen Dr. Buzi Beáda hívédet, nem hittem a szememnek. Igen, ilyenek vannak. Én ismerek egy olyan... Várjál, hogy ne buktassam le. Tehát, hogy van egy olyan... Egy bizonyos szakmában, vagy ilyen, egy bizonyos művészeti ágban, művészeti faszt, mindegy, szórakoztatóipari ágban híres illető, akinek van egy valamilyen neve, hogy doktor, nem doktor, fasz doktor, de hogy doktor, de szóval, tehát, hogy mit tudom, hogy Kovács Béla, és így szerepel mindenhol a hivatal, vagy tehát, hogy a, mit tudom én, a közösségi médiában meg így híres, hogy a Kovács Béla, de mivel én dolgoztam vele, és láttam egy jogdíjpapírt, és azt láttam, hogy az a Kovács, az bizony Bugyi. Bugyi Béla. Nem Béla egyébként, csak tényleg nem akarom lebuktatni. De vannak ilyen nevek, én azonnal megváltoztattam volna, de úgy, hogy hivatalosan is. De hát ez van. Nekem a kedvenc ilyenem egyébként volt a Balaton-Szárszon, ahol nyaralni jártunk gyerekkorunkban. Az öcsémmel vihogtunk mindig, mert volt egy olyan nyaraló, amire ki volt rakva egy névtábla, hogy élő József. És akkor mindig így azon gondolkoztunk, hogy mennyire durván nézhet ez ki egy gyászjelentésben. Elhunyt élő József. Bíp! Bocsásán, nem Twitch-en élem az életem, és nem vagyok tisztán, hogy nem... De nem, gyerekek, nem, tehát szeressük egymást, könyörgöm. Lakatos ül. Szeretném meghatározni a családnémet galambosra, Gara. Miért? A feleségem Gané legyen. Exem azt akartak kb. 10 év, hogy a fia neve legyen majd Nagy Bátor Farkas. Mit kerestél ezzel az arccal?
Kárpáti virág, az is szép. Mészárosné Bárány Ilona. Nekem volt Bárány nevű exem, és máig nagyon-nagyon jóba vagyok vele. És nagyon, mármint persze a vezeték neve volt neki is Bárány, csak nem Ilona, de hasonló. Farkasné Vadász Piroska, nagyon szép. Vezetéknév keresztné Farkas, igen. Levágt az utolsó karakter. Óriási, nagyon szép. Ondó Béla és Ondó Béláné, nice. Nálunk a leggyakoribb női név a Józsefné. Egyébként attól folyamatosan hülyét tudok kapni, hogy tiéd is Bárány? Yes! De hogy attól folyamatosan hülyét tudtam kapni, amikor még ugye gyerekkoromban még annyira kb. Nem volt divat az, hogy mindenki azért a saját nevét használja nőként. Ugye ez a teljes férfi uralom volt, és éppen ezzel, amikor mondjuk volt egy én nem is tudom, egy kézilabda mérkőzés, és a magyar női kézilabda válogatott játszott, és akkor az volt, hogy Kovácsné, Takácsné, Kovácsné megint, Trappenspappers Gergerné, és Lő, és Kohl, és Trappenspappers Bergerné, csodálatos. Szóval, hogy nem az érdekelt, hogy ki a férje, hanem hogy ő kicsoda. Na mindegy. Jó, srácok, bocsánat, de akkor, ha ez folytatódik, akkor a hülye hangneműeket egy picit ki fogom rakni pár percre, jó? Szóval tényleg chill, gyerekek, tényleg chill. Na. És nagyon, tényleg Sanchez szerintem tök jól reagálja ezt az egészet, folyamatosan csak azt mondja, hogy nem erről szólt, nevedd magadra, engedd el, nézd a streamet, nem kell, nyugi, easy van, jó? Trappenhauer Kázmér, igen. Ha már akkor minden FPS játékos által ismert Hello Hell, ami a sakból jön, az élő Árpád vezette be a köztudatba. Ilyen van. Értem, ki a gazdád, de milyen neved, igen. Attól akarok, hogy valaki a férje doktori cím, úristen, az igen. Én vezeték nem, mert volt egy építésügyi miniszter a Magyar Népköztársaságban. Mi? Szüsensteinné? Szlitlitschenko Erzsébet? Büdös Lajos nevű ügyfelek. Keres Lajos úr. Jó Isten! Szilizlicsenko. Így se jobb. B. Lajos, igen. Szóval ki tudnak emcseszni a népek, ezt már én is sokszor viszont meséltem itt a streamben, de azért megint el fogom mesélni, hogy a véletlenül a budapesti Vörösmarty gimnáziumban jártok a 8. kerületben, ahol jártam annak idején, akkor tekintsétek meg az ASZEM 1968-as egyik végzett osztálynak a tablóját, ahol volt olyan hölgy, lány, akit úgy hívtak, hogy Vaddis Nóra. Ismétlem, Vaddis Nóra. Tehát amikor Vaddis Béla és Vaddis Béláné ott így várnak a szülőszobában, és azt mondják, hogy csak lány legyen. Olyan ötletem van. Tehát, hogy mi? Isten, doktor vér fog technikus, igen. Ajkára menni fog. Tényleg. Jó Isten, jó, sajnos egyébként ugye erre szokták mondani, hogy nevekkel viccelni egy viszonylag olcsó dolog, de annyira jó. Ősi Attila paleontológus, igen, meg várjál, mi volt a... Magyar Taxis Szövetségnek, azt hiszem, vagy valami ilyesminek az elnöke, a Metál Zoltán, és annak idején, amikor mit tudom, valamiért így valamit nyilatkoztak a taxisok a híradóba, vagy ilyesmi, mindig azt vártam, hogy mondja, hogy Metál Zoltán, én vagyok a Metál Zoltán. Nagyon tetszenek, de Kleinheisler koppány, a Kaltenbrunner buzogány, a Müller magor, igen. Jó Istenem, ez olyan csúnya, amikor
Ondó János, az is nagyon szép. Én Ondó vagyok. Igen, egyébként a sváb származás, ha már egyszer, az, tehát konkrétan egyébként én is valamilyen szinten sváb származású vagyok, egészen odáig, hogy nekem az anyai oldalról az a nevem, tehát még anyukámnak is ugye a leánykori neve az, hogy Schwab Éva. Ehhez képest nem beszélek még túlzottan németül, de mindegy is. És szia, drága Tomi, mi a tényállás? Egész idáig az anyakönyveszető legújabb neveken borultunk. Robotka István, édesem, és ilyen pici volt, és mondta, na mindegy, hát hülye nevek vannak a világon, de egyébként ugye az is tény, hogy, hogy tök más, hogy hangzanak nevek, amikor külföldön kezdik el mondani. Tehát én például ugye tényleg Magyarországon sose szerettem a saját nevemet, tehát a Zoltán, meg főleg az ilyen Zoli, Zotyi, Zolika, az olyan mindegyik ilyen idétlennek hangzott, és én nem tudom, valahogy én mindig is ilyen nagy böszme vikingnek képzeltem el magam, még akkor is, amikor kis csipszar voltam, és nem akartam Zolika lenni, meg Zotyika, meg mit te Zotykóka. És ahhoz képest Zozi, na, az egyre jobb, sőt, akkor hagyj meséljem el, hogy nagynéném, aki nemrég halt meg szegény, ő gyerekkoromban elnevezett úgy, hogy Zolcsi baba, de ő kinn élt Kanadában, tehát mondjuk vele, jó, amikor én is kinn voltam, akkor ugye naponta találkoztunk, de hogy egyébként ő mit tudom, 2 évente vagy 3 évente látogathatott Magyarországra, és éppen ezért már akkor is, tehát vagy még akkor is Zolcsi babának nevezett, amikor már itt olyan 20x éves voltam, és ekkora nagy batár döher állat, és amikor így azt mondta nekem az utcán, hogy Zolcsi baba, és akkor én így mondtam, hogy tessék, és akkor nagyon hülyén néztek rám. De szóval, tehát úgy voltam vele, hogy tényleg ezt a Zoltán nevet, meg Zoli nevet, ezt sose szerettem, nem is használom, nem, és nem véletlen, mindenki bézézik. És közben itt, hogyha viszont bemutatkozom, vagy bárhol külföldön, és tudják úgy mondani az emberek, hogy Zoltán, és úgy azért így jó hangzik, tehát így olyan konanos. Szóval, na, Zoltán. És aztán találtam egyszer egy olyan filmet, valami ilyen F-kategóriás klasszik horror, hogy Zoltán Dracula kutyája. És mondtam, hogy így már. Ízig-vérig sváb vagyok, még hangfelvételen is van, nagyon nagymamám sábú mondja a mi atyánkat. Úgyse? Itt látni putakesz? Putakeszi út? Itt mink sváb, svábok lenni? Sváb. Robotka Hermina. Mi, ismersz Robotka Herminát? Ja, várjál, Edemnek az osztálytársa, akkor azért ismered. Jó, vicca így kiabált, hogy őt ismeri. Matek Emil informatikus. Nagyon jó. Gyertek le az zozózózizásról, mert ja. Csáb épül, hogy nem magyar, mint egy székelyesen. Ezekről szerintem le is lehet, tehát annyi fajta népcsoport van. Most ezeket így beterelni valami nagyobba, szerintem semmi értelmem. Ősi Attila által tartott online előadás kerületeim belül volt lehetőségem élőben kérdezni, hogy a bakonyi feltárások kapcsán rendkívül intelligens ember, nagyon tisztelem. Hát volt ideje sokat tanulni, ha már egyszer ősi, és akkor azért. Külföldi fogadtatásról e-mail tudna mesélni. Hát igen, e-mail kész. Igen. A bubuka sokkal vikingesebb. Erről nem beszélünk. Ilyenkor értem meg, mennyire szerencsés a mi Luka beszélzéssel. Erről nekem jutnának eszembe. Na mindegy. Azt mondja, hogy... én is vagyok, igen. Diablo 3-ban van Zoltán Kulle. Bocsánat, az itt is van minden reggel. Woodigesz, igen. Azt mondja... Ja, oké, mindenkit akkor mindenhogy elfogadunk. Jó, és a végére értem a chatnek, gyerekek, ez a nem kis szék. Jaj, na akkor meséljétek el, hogy veletek mi a fene volt a héten, hogy volt az első... hetetek? Elkezdtetek-e már dolgozni, tanulni, whatever, vagy még kicsit így próbáltok akklimatizálódni? Elcseszitek-e még a dátumot és 2022-t írtok?
ugye, mert ez ilyenkor szokott lenni, meg ilyesmi. Pornószínésznő miatt utálom a nevem becézeteit. Hát ja, igen, most ez így eszembe jutott, hogy kire gondolhatsz, de nem biztos, hogy egy ember miatt meg kell utálni saját nevedet. Nekünk holnap lesz az első hetünk, de jó nektek. Mondjuk jó egyébként, ezen a héten bevallom, én is nagyon takaréklángon működtem, és van egy olyan új projekt, egy olyan új munka, ami lehetséges, hogy bejön, és igazából ahhoz csináltam mindenféle ilyen üzleti, meg egyéb terveket. Nagyon remélem, hogy bejön, mert az pénz. És a pénzt azt én a lóvé miatt szeretem. Azt mondja, én tök jó meg vagyok a nevemmel, amúgy Tomcsinak meg Tomasznak ne hívjanak, és akkor köszönöm, jól meg vagyok. A héten még anyámra is rászóltam, hogy ne Tomaszozzon. Wow. Következetesen 2011-et írok mindenhova. Egy kicsit letetszett maradni Jolánka néni, igen. Szerdán szeretem az előző munkahelyen, holnap kezdek az új helyen. Legyen jó. Mindenken is jól megkérdezem azt, hogy ne felejtsük 2013-at írni most már, igen. Nem, mert szeretem a becézeteket, nem, de már tolerálom. És akkor téged egyébként, most nem foglak doxolni, de szóval, hogy akkor téged az eredeti neveden szeretett, ha hívnak, tehát simán becézetlenül, vagy van valami olyan forma, amit azért szeretsz? Ne itt írd le értelemszerűen, hogyha nem akarod doxolni magad. Mivel foglalkozol, szabad kérdezni? Mármint kicsoda, én vagy Nordil? 2023-ra van egy fogadalom, de nem mondom el. Úgy viszont könnyű betartani, mert mondhatod majd azt így az utolsó nap is, hogy összejött, mert hogy azt fogadtam meg, hogy sose lélegezzek ki urániumot, és sikerült. Én utálom, hogy itt raknak a végére meg egy másik verzőt mondják, ami ugye nem a nevem, de jobb fát kell hozzávágnom, igen. Az egy barbár karakterem, aminek Gluteus Maximus volt a neve. Legnagyobb, mint a farizom latin neve. Igen, ezt tudta, azért röhögök itt valamban. Medve Márk, szia neked is, boldog varázsnapot, vasárnapon. Zombi azt mondja, Szabival kezdtem, holnap lesz a kezdés. Sima, tök jó. Attól vagyok, hogy a lackóznak. Nekem meg van olyan ismerősöm, aki meg kifejezetten szereti a lackót. Nem kellett még sehova dátumot írnom, so everything is fine. Ja. Zsóferka, nagyon szépen köszönöm a követést. Megint miért nem jönnek föl az alertek? Nem értem. Mindegy, nem kell, hogy értsem. És erre most följön. De az előbb nem jött föl párszor. Oké. Okay. Azt mondja, hogy Sanchez elkezdett, hogy én mivel foglalkozom. Hát alapvetően ugye azt szoktam mondani, hogy a hivatásom zenész, a foglalkozásom újságíró, és mind a kettőt csinálom. És hát emellett meg műsorvezetek, meg kreatív szövegíró, meg marketinges, meg mit tudom. Szóval sok minden egyéni vállalkozóként dolgozom Ausztriában. Milko, ma nagyon szépen köszönöm, hogy rám költötted a Prime-odat, és nagyon jó szó, nagyon szépen köszönöm a 24. hónap. Alert teszt, nem semmi. Hát jól teszteled, nagyon szépen köszönöm. Kicsit valami nem beakadt, vagy ilyesmi. Csak alá natúr, hogy besz. Oké, azt mondja, hogy közel van a hype train, ilyet mond nekem ez a cucc. De jó kérdés, hogy megáll-e nálunk, ugye? Na! Azt mondja, meg imióta bejártam az Ademet, meg im is tanáim is így hívtak. Tudom, mert hogy konkrétan, mikor először hallottam rólad, mikor mentünk annak idején Londonba, akkor konkrétan kedvenc anyósom is azt mondta, hogy és ott lakik kin az Edem. És így. Hype Train elkezdődött a Hype Train, mert hogy gyalogkakuk feliratkozott, és nagyon szépen köszönöm ezt neki. És de jó, és akkor megy a vonat, toljátok, ha gondoljátok, és ez jó. Azt mondja, hogy miket írtatok még, azt mondja, hogy nem sűni, hanem sűni, igen.
Én a nevem beszélzését is után tegnap lett volna egy névnapom, ha tartom. Jó, mondjuk ez a névnap dolog is olyan, hogy ugye Jolánka néni is izében lakik, ugye nem magyar, Magyarországon. És itt például soha az életben senki nem értette meg Magyarországon kívül, mi az, hogy egy névnap. Tehát eleve ugye ilyen furán hangzik eleve, vagy name day, what the fuck is a name day, és akkor így, amikor mit tudom, valaki éppen följív, hogy boldog Zolika napot kívánok, meg minden, bár általában ugye engem így szoktak, hogy jaj, boldog nőnapot, aha, anyád. De szóval, és akkor meg kell magyaráznom, hogy hát azért hívott, mert ma van a name day-em, és akkor ilyen, ami? Megünneplik azt, hogy ilyen név van, vagy ez mi? De fura, hogy ez Magyarországon van, kint meg nincs. Na, részemről szomorúan indult az év. Másrészt egy kedves, egy pár évvel idősebb barátom eltávozásáról szereztem tudomást. De folytatott a családi dráma, volt szívmelegető stádió, vagy majd megint családi dráma, ebből belefűzöm már egy disznóvágás. Na, meg hétfő óta tanulok a záróvizsgára. Ú, basszus. Hát egyrészt sajnálom, és nagyon, és részvétem. Ez mindig, és ráadásul amikor az év indul így, az nagyon durva, hát ugye most már nem is, sajnos nem is számolom, de 7 vagy 8 éve, amikor ugye az én egyik legjobb barátom Gyú halt meg konkrétan új évkor, tehát hogy így az egy ilyen nagyon durva hideg zuhany volt, és ezt mindig nehéz feldolgozni, de hát részvétem és sajnálom. Isnek Mezei Virág nevű recepciós, volt a névválasztás, igen. Skywalker Lajos, igen. Beceneveket hallgatva engem volt egyetemi kolistársam, kezdett el Zsókának hívni, annak ellenére, hogy Zsófinak nem beceneve, a Zsóka. Azóta szeretem, ha így hívnak, viszont a Zsófikát utálom, mert nem vagyok már 5 éves. Igen, meg azt is, tehát valahogy, tehát bocsánat, hogyha egy névben benne van a fika, akkor most nem judge-olva, hanem egyszerűen ez egy, tehát egy szerencsétlenül hangzó valami. És akkor ez, valószínűleg ez a, ahogy, mit tudom én, tehát ugye vicc az, ugye Lampert Éva és Anna ezzel szivatták, hogy jaj, lampa, meg mit tudom, mindenféle hülyeségeket mondtak, lampion, meg ilyeneket mondtak neki. Tehát valószínűleg minden nevet ki lehet forgatni, és a gyerekek meg a legkegyetlenebb állatok tudnak lenni, ami létezik. Mindenki boldog esernyőt, aki ma tartja. Nem esett az eső. Azt mondja, hogy illetve egyik kedves barátom és mesterének megszületett pénteken a kislánya, bár egy hónap korábban, mint várták, nem mindenki jól van. Na akkor jutott jó hír is, és ez nagyszerű. A Zoltánoknak a nőnap gondolom egy trauma, és mit szólnak a Zoltán Erika? Hát őt kétszer ünnepel, ilyen egyszerű. Visszatértem kösz Vodafone. Ezek szerint nem teljesen jó hálózat. Olaszoknál jól tudom, az van, hogy mindenki kap egy középső nevet valamelyik szent után, és azt ünneplik úgy, mint mi a névnapot, és van egy olyan elmélet, hogy Magyarországon a névnap azért van elterjedt, mert azt lehet úgy ünnepelni például a kollégákkal, nincs hozzátéve az életkor, amit ugye nem illik firtatni. Gyumiben halt meg egyébként. Hát neki nagyon-nagyon gyenge volt a szíve, és benyelt valamilyen fertőzést, amit egész egyszerűen nem bírt el a szíve. Hát szegénykém, igen. És konkrétan én beszéltem vele december 31-én, ugye a halál előtti napon, és akkor mondta, hogy hát igen, nincs most jól, kicsit tramatyó van, de majd elmúlik meg minden. Éppen ezért ő most nem megy nagyot szilveszterezni, meg semmi ilyesmi, de hogy ő most tudom, hogy a macskáját vakargatva átalussza magát az új évbe. És hát... Ja... 8 éve, igen. Távozásra voltam valamikor két ünnep között volt. Pontos ezeket nem tudok, 21-én lesz megemlékezés Pesten. Hát igen. Svédországon pont ellenkezőleg kifejezetten jó a fika névben, mert az ugye kávészünet, igen. Ami Zoltán vagyok, és Zoltán napon születtem, ki van maxolva. És ráadásul, hogyha mondjuk Ádám lennél, és karácsonykor születtél, akkor tényleg csak egyszer kapsz ajándékot egy évben. Magyarok azért ünneplik a névnapot, mert plusz egy ok az alkoholizmusra. Hát alapvetően egyébként úgy tudom, hogy a magyar névnapoknak is az alapja az, hogy az adott szentnek a napját ünnepelték, tehát mit tudom én, volt a Szent Péter napja, meg a Szent Lajos napja, meg a Szent Ferenc napja, és köszönöm szépen a Csirdó, viszont gyorsan még fölhoztad a vonatot, nagyon drága vagy. Szóval, hogy eredetileg a szentnek a napját ünnepelték, és aztán akkor utána jött ez, hogy és mindenki, akit úgy hívnak, mint a szent.
És aztán persze elkezdték hozzárakni a Jennifer-eket és a Jessica-kat is. Most értem vissza, mi történt, semmi, itt ülök és beszélgetek hülyeségeket. Adam névnap van szeptember 9-én is, oké. Okay. Éva ellenben, igen. Szilveszter se kutya, reggel születésnap, délután névnap, este szilveszter, új év, engem. Ja, ja, az is. Hát nekem ugye anyukám is Éva, és hát emlékszem azért tényleg gyerekkoromban mindig az működött, hogy, és nem, egyszer nem bunkóságból, hanem akkor ugye tényleg a karácsony az olyan dolog volt, hogy fú, akkor nagyon-nagyon tökéletesnek kell lenni, és a gyerekeknek is legyen jó, és legyen emlékezetes, meg hozzuk át a nagymamát időben, és a mit tudom, hogy legyen a fa földíszítve, úristen, odaégett a kaja, meg minden, ez ment egész nap, és aztán így szegény apukám az így hirtelen oda sompolygott hozzám valamikor így nap közepén, és azt mondja, Kisfiam, csöndbe menjél már le, és itt egy 100-as vagy virágot anyádnak a nevemben. És akkor ilyen édesem. Na mindegy, hát ez így működött, de anyu meg tök megszokta. Azt mondja, hogy anélkül, hogy felfedném valódi lényem, írja Sanchez, én például napi szinten foglalkozom kommunikációval, a szofizmus fogalmával, talán az ehhez kapcsolódó területekkel, valamint vallás fenomenológiával, de ez utóbbi legutóbb már konkrétan említettem, így van, a képregény alkotás folyamatának kellős közepén pedig gyakran, amikor az idő megedi, a konspirációs teóriák dekonstrukciója vonatkozó lehetőségek forrásait kutatom föl, hát arra most van lehetőség keményen. Ezzel kapcsolatos helyzetem 80 millió azonban összes tenni neki körülbelül. Azért az szép. Egyszer komolyan megnézném ezeket. Nekem a kedvenceim amúgy, hogy Tamás, vagy kedvencem amúgy, hogy Tamás nap van december 24-én, vagy 21-én, aztán 29 is. Ők szerencsém sem van március 7-én is pont nőnap előtt, akkor meg apomépával ünneplünk, amennyire mert ők meg Zoltánok. Ugyanúgy, ugye én Zoltán vagyok, március 8, öcsém meg Tamás március 7, és éppen ezért tökéletesen tudom, hogy nem felejtem el, mit tudom én fölhívni őt egy nappal az enyém előtt. Ennyit sikerült. De szép. Egyszer egy rádió műsorról betelefonált egy rendkívül pozitív hangú úriember, aki történetesen karácsony szilveszternek hívtak, és állítása szerint húsvétkor született, ez jackpot. Ja Istenem, igen, így is meg lehet azért embereket szivatni erőteljesen, tehát ez így tény. Na, és egyébként még, ne azt mondja, konstruktúra, dekonstruktúra, olyan türelmére van szükség, ami egyszerűen nincs az eszköztáramban. Igen. Vagy nem kéne nagyon mondani neked is, utólag nem volt időm fejlődni tegnap, igen. Ilyenkor van ez a 8 napban még belefér. Szóval igazából még egy olyan dologról beszélgettünk online Edemmel nemrég, hogy például olyan témát is ki lehetne beszélni, ami tényleg ezek szerint, mert én azt hittem, hogy ez kb. Nálam van, vagy nálam létezik ez a probléma, de ezek szerint nála is volt, és akkor lehet, hogy többeknél még, hogy, hogy vannak olyan dalok, amik folyamatosan mennek a fejedben, vagy valahogy így beugranak, és fogalmad nincs, hogy az micsoda. Vagy akár csak dalrészletek. És egyre inkább fölidegesít, hogy mi a franc ez? Nekem volt egy ilyen nagyon-nagyon sokáig, hogy ilyen gyerekkoromban hallottam nagyon sokszor a rádióban egy dalt, és valahogy így megragadt a fejembe. Ez egyáltalán nem egy jó dal, meg semmi, csak nagyon sokszor ment, és főleg ilyen dolgoknak a kíséretének használták, és állandóan ment a fejembe, és nem tudtam, hogy mi az, de mivel egy instrumentális dal, éppen ezért nem tudtam, hogy rákeresni se, és annyi volt, hogy ilyen valami, azt hiszem, hogy talán tangó harmonikán szólt, de ilyen popzenei alappal, ilyen korai popzenei, mert olyan 70-es évekbeli nóta, és az, hogy és ez volt a nóta, és állandóan pörgött a fejemben, és nem tudtam, hogy mi a franc volt, és bárkit próbáltam megkérdezni, figyelj, ebből így emlékszel, és akkor mindenki mondta, hogy basszus, és ez, amit Szöcske ír, hogy én addig kérdeztem, hogy gyerekek, ez, itt van ez a nóta, nem? Nincs meg? És Perzeusz tudja, basszus, hozzád kellett volna annak idején fordulnom, mert ezt körülbelül 2 év után mondta meg az egyik cimborám, de így egy az egybe, hogy ja, hát ez a Biszkaja. És mondta, hogy
oké, és rákerestem, és az volt. Tehát jó, csak hogy meglegyen, várjál. Hát, és nem tudom, hogy miért volt ez a fejemben, mert egyáltalán, tehát egyáltalán nem jó dal, vagy mit tudom én, de valamiért. Gondolom ez. Igen. Na hát, szóval ez volt az a dal, amit én iszonyatosan sokáig kerestem, hogy az mi a túró. Azt mondja, hogy de nem, hát akkor próbáld meg úgy, hogy nem tudsz énekelni, nincs esély segítségkérés. Igen, Bezos pedig ezt tudja. Amíg szinte kegyetlen, amíg a dalszai rosszul ugrik be, és még az alapján se lehet rákeresni, nekem a Seasons on the Sun volt ilyen. Igen, anyámék imádták. Én nagyon sokáig volt ilyen Zorán apám hitt száma, a refrén meg volt, ugye a jó kis na-na-na, de ezt így dúdolhatom, keresetem, aztán sehogy se lesz meg. Jó, ez mondjuk nekem azért a, megint csak a... hogy hívja, ebből is volt... Vogatornovszki. És én hiszek, amit tudom én milyen kalácsban, és én hiszek a légoktatásban. I'm on this picture and I don't like it. Ezek szerintem a tesen nagyon tudsz énekelni. Benned ég a szikra, bár kint sötét az éj, a szíved gyújtja el, és árad ránk a fény, ja nem ide. Mi ez? Ez akár vidám kocsmazene is lehet. Hát ebből lehetne, hogyha nem ez az ilyen tyű-tyű-tyű-tyű lenne, akkor lehetne belőle ilyen izért csinálni ilyen ír-punk őrületet. Pillanat, két azért. Na, szóval... polifónikus csengőhang, azaz. Bizonyom, hogy a zene is lett egy online rádióm, a zenédet mikor tudnám promotálni. Jövő héten szépen megbeszéljük, hogy hogyan. És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A lézer kabátban, így van. Sajtos pogácsában, és így, sajtos pogácsában. Van erre egy website, a whatsatsong.com, ahol eldudolod, amit keres, és remélhet, hogy valaki tudja. Te király! Na már megérte ide jönni, ez király. Nekem egy Phil Collins száma volt, így kb. 20 évvel telt, mert megtudtam melyik szám. Az Easy Lover biztos. Másik amúgy, hogy esetleg egy paródiát hallasz csak valahogy, és ugyanisra találd meg az eredetét, pedig tudod, hogy ismert. Nekem ez rendszeresen ilyen paródiáknál van, ha a tévében futok nagy ritkán bele. Gépelésed hangja is zene? Ugye simán lehet, tehát... Tessék zene! Exemnek próbáltam elnyenyerekni, hogy a buszrádióban hallottam egy dalt, ami amit a lovak mennének. Egy kicsit abbás a vibe, az Eldorado volt a Goombay Dance Band. Goombay Dance, ez nekem mindig így hallottam a nevet, és mondtam, hogy hogy lehet egy zenekart úgy hívni, hogy Goombay Dance Band. És tudtam. Nekem Zorán az, amikor elmentél tőlem című dala volt ez, ötletem se volt, mi az a dal, és mindentem, hogy Zorán pedig konkrétan minden sor végén volt a dal című. Mondjuk Zorán nem egyszerű, vagy nem nehéz fölismerni, mert ugye Zorán az, akinek nem jön ki hang a Zorán, tehát, hogy ami mindent így énekel, és én hiszek a lézerek a bárban. Szóval, hogy az így egyszerűbb. Ez 2007 rekisztor, csak az én zeném mennek, Na, az ilyen számok listája végtelen állapotán az univerzum valahogy elén dobja a címét, mert kérdezgetni nem nagyon merek. Eddig életemben mindenki leszólta, hogy nem értett a zenéket, amit szeretek. Hát igen.
Mind valakinek a kisebbsége vagyunk. Apám vitte, mint pesti bérkocsis kezdeti verzióval. In other days in paradise. Hát igen. Nem sűrűen hallgatok magyar zenéket, de mostanában talán a Granum a dalainak hallgatása okán. Ismét elővettem egy-két klasszikus, többek között napokban például a Republic Születni kell című dalát hallgattam meg többször. Tekintsünk el attól ki, mint gondol el a zenekarról, hiszen ízléseken nem vitatkozunk. Valóban nem. Remélem az arcomon se látszik semmi. Tesztelgetve a Sony fülesen, hát a basszusgitár abban a dalban nagyon kegyetlen szép, szerintem, hogy az valami elképesztő gyönyörűen szól. Pézi fürgei hújai, a jó kapcsolat alapja. Komoly zenei darab a géppelésből. Ja igen, az zseniális, igen. Zorán nazális. Shaken Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Ezzel voltam úgy, hogy gyerekkoromban hallottam, aztán valahogy 20 évvel később bekattant a dalom. 2 évet telt rátalálnak. Sokszor hallottam ezt a nevet, de szerintem most így hirtelen nem tudnám fölidézni, mit tudott a Shaken Stevens, tehát most ebbe bele kell természetesen hallgatnom. Igen, azt mondja, hogy... Jaj, hát ez... Ezt én talán valami Dollyról feldolgozásban ismertem. Annyi zenét van, ami lefedne 2 órát, Bézé. Hogy ne lenne, Jézusom! Na most megnézem, hogy a... Csak ami Spotify-on hivatalosan fönn van. Várjál, van valahol egy Bézé összes, Bézé Complete, igen. És azon még talán nincs is rajta minden, igen. Úristen, azt update-elnem kell nagyon gyorsan. Már az 6 óra 19, tehát ez, és egy csomó minden még nincs is rajta. Szerintem van 8 órányi zeném legalább, amit már kiadtak. Azt mondja, hogy ezt nem dolgozta fel, hogy magyar rettenet, de ez volt a ez volt a Dollyról, igen. Kérjük a Bézé összes linket. Oké, várj, akkor még beteszem az izéjét, beteszem azt az egyet, ami nincs benne. Mert... De miért? Várjál. Sőt, egy csomó minden nincs benne. Jesus fuck! Jesus fuck! Na, akkor ezt most egy picit itt izé vakarászom az izéjét. Várjál csak. Miért nem látja a LG monitort? Ez az, most csak hogy mutatom, hogy mit csinálok, tehát van itt egy BZ Complete nevű lista, és akkor most gyorsan belepakolom, egyrészt a BZ Projekt 7414 című EP-jét, tehát azt mondja, hogy add to playlist, és akkor BZ Complete. De miért kell mindig újra megkeresni? Így, BZ Complete, még BZ Complete. És ha jól láttam, még egy-két izé nem volt benne, egy-két After Crying, mert nem követtem én ezt teljesen jól, pedig ezt jó kellett volna csinálni. Azt mondja, hogy After Crying és Hov. Igen, az se volt szerintem benne, de mindjárt kiderül. Mert ha mégis benne volt, akkor azt mondja, hogy duplikálni akarom, de nem, itt van. Jó. Hát ez nem lesz 2 perc, de... De jó, most azt nézitek, ahogy a saját dalaimat adom hozzá a salát. Saját playlistem ez. Salát. Értek én hozzá, hogy beszéljek, meg közben dolgokat csináljak, csak általában nem megy a 2 dolog együtt. De hát semmi gond, mit nekem tizordon, bordon. Most tessék, most ez lett nekem is a fejemben, köszönöm. Mondjuk az is tény, hogy megvan az ultimate dolog, ami ugye ezt az earwormat ki tudja szedni a fejemből. Ez pedig Ukrin Benedeknek a Csúcsforgalomban című dala, ez bármikor működik, amikor azt mondom, hogy
Csúcsforgalomban utazni jó. Ismerkedésre kitűnő alkalom. És vajon ez benne van már? Na, ezt mindjárt megnézzük. Ez szerintem már benne van. Nincs. Passzus. Csomó crying nem volt benne. Hát, befosok. Hát ez nem jó. Mindjárt nézem újra a chatet is, meg minden, csak most tudjátok, hogyha így beindul a vezérhangja, hogy valamit meg kell csinálni, akkor ezt meg kell csinálni teljesen és 100%-osan. Ez olyan, mint amikor Rustban játék helyett azzal szórakozom, hogy átpakolom a ládáim tartalmát az általam gondolt rendszer szerint, mert amíg azt nem csinálom meg, addig szarul érzem magam. És ez nem jó. És mindjárt ráadásul időrendi sorrendbe is fogom ezeket húzni, tehát hogy nem ám csak úgy belehányjuk ezeket a dolgokat, hanem rendesen kell ezt megcsinálni, és akkor úgy fogom megosztani, tehát hogy nem ám. Úristen, mennyi zene van itt? Hát ezt mind mi csináltuk? Tényleg? Hihetetlen. És ez ráadásul igen, egy olyan lemez, ahol így vannak ilyen több tételes dolgok, de a több tételes dolgok mindegyik tétele külön track, tehát hogy nagyon-nagyon egyszerű ezeket így húzigálni, nagyon egyszerű húzigálni a dolgokat. És ezt nézitek, hogy én ezt csinálom, komolyan mondom. Hülyét kapok magamtól. Na és akkor itt van a Basic Complete. Akkor ezt most megosztom, ennek a linkjét. Így van, tehát akkor Figyi Sanchez, én jövő héten szeretnék amúgy is egy zeneelemzős streamet csinálni. Szerintem, hogyha akkorra ez belefér, akkor én nagyon-nagyon szívesen belevenném a mindenbe. Na, és úgy nézem, hogy akkor most már nagyjából, na és így, még így is vannak, amik mondjuk ilyen nem hivatalos kiadások, vagy nem jelent meg sorlemezen, meg ilyesmi, de konkrétan 8 óra 57 percnél tartok itt a saját zeneimmel kapcsolatban, tehát van itt bőven. Na, azt mondja, hogy megnézem, hogy közben amiket írtatok, jesszusom, sok mindent írtatok. Azt mondja, hogy... Még egy csodás ilyen élmény, volt egy dal, amit az Magyar TV-ben, ugye nem mindegy. Hallottam, láttam és imádtam, nem jösszem meg a címet előadót, csak arra emlékeztem, hogy egy indián srác kaszál egy mezőn a klipben. Ez a Learning to Fly lesz. Igen! Tudtam, de szeretem a Learning to Fly-t egyébként. A kisgyerekkorom legnagyobb két felfedezése ilyen szempontból mindig az iskolai farsang eredménye volt, mivel ott ömlesztve nyomtak mindent, ami abban az évben kellett iskolai ünnepségekre. Két dal, ami kísértett, de végül sikerült kiszenvedni a Bonnie M, Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday, és a Loitom a Levan Polka. Az is volt. Tehát bézéletet tartani, igen. Ennek egy része akkor is ment, mikor gyerek voltam, annak még 40 éve, én maki vagyok. Hát, én áprilisban 49 leszek tisztelettel. Na mindegy. Azt mondja, hogy ti alkottátok a Discord csoportban, benne van a link, ahol hallgatható lesz hétfeste 8-ig. Yeah. Shift és kattintásra lehet többet kijelölni egyszerre. Most már tudom. Köszi. Vannak műsorok is, vagy csak playlistben? Igen, oké. Okay. Nehogy én nem nézem, hogy festek. Jól van. Szeretnék mutatni félperces videót, megnézzük. Félperces videó simán belefér. Nyilvános a lista, nem talán Spotify-on. Szerintem nyilvános, de mindjárt megnézem, azt mondja, hogy edit details. Itt kell, hogy legyen. Tehát ez nekem tök nyilvánosnak tűnik. Public playlist. Ez egy public playlist. Szóval igen. Különben nem lenni nyilvános, de név alapján én se talán frissítőbe ez is meg... Igen, közben megosztottam.
A zenei félreállások közül nálatok mi az abszolút kedvenc, picit off a témám, persze a depresszió koncert, amikor mehetem konzekvensen epressziót epressió! Király. Most nekem egy se jut eszembe, de hát persze ez a van még cikesz, van még cikesz, van még cikesz, stb. Szóval van egy csomó ilyen persze. Ásott vissza Laci, 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 Laci. Azt mondja, hogy már nem tudom, semmi évig keresem, mostanában megtaláltam, Henry Mancini filmzene szerző szerezte Peter Gunn theme. Nem tudom mi. De biztos, biztos meg lesz. Ja, hát igen, ez a minden gangster filmnek az alapzenéje. Mennek a gangsterek, és nagyon mennek, és menés. Az Ivan Folka? Azt mindig Levannak gondoltam, de hát akkor már megint tanultam valamit. Te vagy a rangidős Maki, bizony. Na, félperces videó, úristen, na akkor ezt most megtekintjük ebben a képben, amit beküldök. Jó, előről, bocsánat, tehát... Nézek! Most már pedig nagyon-nagyon vágynék rá, hogy ennek mi a vége, de ez, tehát az összes ilyen, ugye ezek az indiai meg török akciófilmek a nem létező vizuális effektekkel, azok iszonyatosak, de ez mi? You're a hip lady in black, pedig ez egy jó nóta volt. Van még brikett, igen. Mindői tentákulum, igen. Csak nem egy bollywoodos film, de... jól fáj, igen. Bollywoodi Spider-Man és Terminator a legjobb. Hát igen, ezek mind nagyon durvák. Ezek mind iszonyatosak. Na, közben egyébként annyi van, hogy 7:30 lett, és azon gondolkodtam, hogy mit játszunk ma. Mert hogy még valami kis közös játékra van idő, és aztán akkor utána levelet kaptam Life of Course, hát az teljesen egyértelmű. Nem is egy videója, amelyik részletet szélesen megmutattam, 6:45-től 7:23-ig. Told! Told! És ízeljött az én kedvenc előadomtól az új dalból. Toljad! Hadd gyűjjön! És közben megmondom, akkor jöhetnek az ötletek, hogy mit játszunk. Ja, mert tévén néztek, jól van. Anyu, benne vagyok a németországi tévében. Nem beszélünk az aranybulláról is, a magyar filmművészet legja van. Kötelező. Megnéztük az első három részt. Szent Mihályom presszó lesz, igen. Meg hát a Ken Lee, jó, hát az tökéletes. Igen, az labadabdabdabb life volt, igen. Szóval az aranybulla az egy, hát hogy mondjam, egyrészt ugye közpénzherdálás, tehát az minősített költségvetési csalás, de a másik pedig az, hogy konkrét történelmi hibák vannak benne, nem egy, nem kettő, és hát az, hogy Magyarországon még mindig képesek megismételni a honfoglalás című tömegkatasztrófa azon elemeit, mi szerint, amikor két hadsereg összecsap, akkor az egyikben négyen, a másikban pedig hatan vannak. Meg, ja Istenem, a kedvencem az volt az első három részben, amikor így valakik ott így gyakoroltak a harctéren, vagy így, nem, sőt nem, azt mondom, csatáztak meg ezért, és volt a háttérben két katona, akik így egymástól kb. 3 méterre így csináltak, hogy de egymáshoz se ért a kardjuk, meg minden. Szóval minden, abban a filmben minden rossz. Minden. Illetve hát ugye ez sorozat, de tehát, hogy
Ebben nincs Franco Nero. Te, nagyon durvát mondok. Az aranybullában, ha lenne Franco Nero, az még föl is húzná valamelyest. És ez a durva. Igen, judo-bolsevik összeesküvés lepontoznak az IMDb-ben. Az eszébe se jutott, hogy például szar. De mindegy. Mondd, hogy stipüdli fickó. És mi a stipüdli? Egyébként tök jó hangzik. Szakra koronáról nem esik szó. Szarka korona. Hát de nem baj, ha nem esik arról szó. Na megnézzük akkor azt, amit Sánchez beküldött 6.45-től 7.23, még a teljes elemzés az majd akkor zeneelemzőben lesz, de azt mondja, hogy azt, aha, és az új Merciful Fate dal, amiben ugye King Diamond van, 6.45-7.23, jó. Na nézzük akkor mondjuk így, átmegyek fülesre, mert bele fog szólni. Na nézzük, mit mond. Koncertfelvétel. Az ott Elvis a gitáron? Hát itt azért az egészet kéne hallani ahhoz, hogy tudjam, hogy ez honnan megy és hova tart. De egy picit én viszont azt hallottam, hogy szegény King bácsinak megfittyett a hangja. Ez lehet, hogy az életkor, vagy nem tudom. Na, azt mondja, hogy kell a vármegyék és ispánok mellé az aranybulla. Az nagyon, az kell, mint a fütyi végére a köröm. Tehát mindegy. Biztos jó az. Na. Mackó mi több, mi fickó? Mert hogy antropomorf és milyen jó ez több, mint Mackó. Úristen! Ha már filmek panel kapcsolat, mindenkinek ajánlom Tar Béla, de nem a 8-es fajtából. Film egy házasságban szereplő konfliktusokat dolgoz föl. Pogány Judit, Koltai Róbert, érdekes, hogy ketten film készült, akkor házasok voltak. Filmben szereplő fiú vagy az a gyermekük. Hát Tar Bélához én nagyon-nagyon óvatosan közelítek, mert értem, hogy nagy művész, de gyakorlatilag egy... Tehát egyébként tulajdonképpen nem is tudom, hogy miért nem ezt csinálom, ugye inszomniában szenvedek, nem tudok aludni rendesen. Hát Tar Bélát kéne néznem, és azonnal sikerül. De ezek szerintem lehet, hogy ez... Igen, aranybullán az a kérdés, hogy melyik szempontból rosszabb igazán. Segítek. Nem kell... rangsorolni, az tényleg, az aranybulla minden szempontból szar, és azt nem politikai meggyőződésben mondom, egész egyszerűen, mint sorozat, mint film, az szar. Kész, ennyi. Hiányzott az aranybulla, hogy kolonterékügyi szappakolás, igen. Minden esetre... Na, szóval, hogy hidratáljak, igen, és akkor közben találjuk, hogy mivel játszunk, jöhetnek ötletek. Glug. Ugye, amivel játszottunk, hát igen, volt Gartic Phone, volt sok minden egyéb, meg egyéb retro quiz, hát ahhoz most nincs alapanyagom, tehát ahhoz most ugye egy 90-es éveket össze kéne hoznom. Adhatatok azt, hogy szar azok tudják legjobban, neki készítették. Igen, hát az... Kicsit szerintem kb. Az volt, hogy valamilyen címszóval föl kellett venni a pénzt. Jött egy olyan elvetemült ötletem, lehetne majd esetleg egy olyan zeneelmező stream, vagy akár több is így belegondol, hogy mese sorozat film főcímek betétdalok elemzése. Nyilván ezt külön kapva, úgyhogy magyar nemzetközi vonal. De jó! De jó! Ez tök jó ötlet, ezt csináljuk meg. Erre majd figyelmeztessetek, hogy ezt csinálják meg, mert szerintem egyébként tök érdekes dolgokat lehet leszűrni egy ilyen mesezenéből. Emlegetem majd akkor, rendben. Jó, akkor csináljunk egy gyors gártikot szerintem, és akkor utána én elmegyek viccát altatni meg egyebek. És akkor ezt most mindjárt
Tűzszentettem egyet, és belesajdultam minden emel között a B oldalba. Ez nem azért van, hanem mert te egy érzelmes típus vagy, és téged sok minden megráz, például saját tűzszögésed is. Azt mondja, hogy Jézusom, megnyitottam azt a böngészőt, amiben gártikozni szoktunk, és konkrétan Vicának a millió rendelési, tehát ilyen ruha rendelős szara van ott. Azt mondja, hogy Gartic, honnan? Yeah. Rip Bézé, igen. Na, oké. Okay. Azt mondja, hogy F11. És mióta jelenít meg reklámokat az Opera, amiben hivatalosan alapvetően izé van adblocker. Azért nem teszik nektek az aranybulla, mert irigyek vagytok, ti is aranybulla akartok lenni. Nem, nekem van egy aranybulám a másik szobában, de ennyi. Kocsamesség főcímdala, yeah. Persze, hogy azért aranybull van. Ja, hát akinek van ormandulája, Sanchez, az nekem nincs. Na, azt mondja, hogy akkor ezt ide pakolom, és azt mondom, a Gartikban az a jó, hogyha az én kis fejecském az valahol kb. Itt van. Ducktails, tatararam. Bárki lampert, aranybulla. De nincs H a végén a lampertnek egyébként, csak segítek. Na, akkor én vagyok a BZ, azt mondom, hogy kezdés, akkor itt ide bemegyünk, és akkor küldöm a meghívó kódot. Így, né. Igen, erre szokták, jól van, akkor jó éjszakát, kedves Edem, és tisztelt Oldar Bordádnak is. Aludjatok nagyot, készüljetek fel a holnapi napra. Besz, azt mondja, besz. Na, és ugye nagyon fontos, hogy akkor majd úgy játszunk, hogy aki játszik most itt velünk, az majd ne nézze a streamnek az ablakát, mert hogy értelemszerűen azzal ugye eltolja saját játékát. És ki is lett pinnelve a cím, lehet még jönni, szerintem várok még egy kb. Fél percet. Szöcske, Vesz, Grumpy, Mingling, Nordi, Jolan, Perseus, 9-en vagyunk eddig, bőven férünk még. Nem próbálunk gyors meccset, vagy másik módon? Na, megnézzük, milyen módok vannak. Még szerintem toljunk egy normált, aztán utána megnézhetünk. Gyors meccs, óra leállásséget, fejtsd meg minden cselekedet, mielőtt lejár az idő. Csináltunk majd egy olyat, jó? Először most csináljunk egy simát. Aranyból az annyit, hogy javaslom a The Real Crew elemzését megnézni, hogy szigorúan filmes nézve nézik. Egyet tudok érteni az ő véleményükről, ami szerint voltak nagyon jó ötletek és még megvalósítások is, de tele dobva borzalmas megvalósításokkal. Például a csata jelenetek, igen. Na már 12-en vagyunk, gyerekek. Na, akkor szerintem elkezdünk egyet, és aztán utána esetleg belepróbálhatunk egy gyors meccsbe. Megnézzük az milyen. Na, kedves emberek, flitty, flatty, flutty. Na, azt mondja, hogy oké, hát írtam egyet, meglátjuk, mi lesz ebből. Chilling! Igen. Oké, na ezt még egészen le tudom rajzolni tulajdonképpen. Tehát akkor legyen egy ilyen, hogy így, akkor ezt kitöltjük, és akkor ül benne így. Na így.
Na, ezt most ki kéne tölteni valahogy. Jó, legyen neki másik is. Így. És akkor van neki így, meg így, meg így. Jó, ezt ide, ezt ide. Jó, és akkor így ilyeneket csinálunk, így, és jelezzük azt is, hogy milyen a hangvétel. Így. Na, hát erről van itten szó. Így, és egy. Oké. Rondan bemapecsózott. Hát igen. No, haladjunk tovább, szeretettel. Aha. Jó, ez... Elég ezek zajt töltelékkel a látott felültést kaptam, sajnos. Hát miért sajnos? Tehát nincs ez az égvilág sajnos. Csatorna 18 pluszos, tehát... És hát ugye ezt annak idején megbeszéltük, hogy mindig, mikor azt mondom, hogy jaj, kicsit tartózkodjunk a pisikaki megvalósításoktól, akkor a legjobb megvalósítások pisikakik lesznek, tehát... Igen. Hát az érdekes lesz. Jó. Nem, nem jó, vissza. Tehát ugye ezek szerint akkor szín fontos. Jó. Nem. Hát ez kicsit így fura lesz, de ez van. Jó, legyen neki mondjuk egy ilyenje. És akkor vissza. Nem jó! Nem jó! Jó. Jó, azért csináljuk így, hogy legyen rajta ruha. Nehogy az legyen belőle, hogy jajjaj, hogy itt már megint az egze. Jó, és akkor legyen mondjuk neki egy ilyenje. Valahogy ezek a hangjegyek most visszajönnek folyamatosan, és akkor ő, tehát ő, hát azt nem tudom, hogy a melyik a száma, de azt tudom, hogy ez a jel. Jó, Parker, igen, igen, igazad van! Jaj, elfeledkeztem róla. Így, tik. Tik. Jó.
Oké, okay, meg lett. Ebből se lesz meg szerintem, de mindegy. Mi van a fején? Mi az a kezében? Mi? Hát, mit tudom én, hogy ez micsoda? Mert az ott most vagy egy kipa, vagy egy felfordult katonai papírcsónak. Hát most nem, de. Tudom, egy pisik, aki feliratta. Igen. Aha, fú, én régen olvastam Harry Pottert, de akkor próbálkozzunk. Jó, annyira azért nem hosszú, olyan mindegy. Szeretném. Oké. Oké. Úgy és úgy. És akkor legyen nálam mondjuk akkor egy ilyen, hogy... Igen. Milyen színűek azok, mit tudom én. Ilyen. És akkor mondom nekik azt, hogy... Jó, és akkor mondjuk így. Így, egy, kettő. Hát ezt sokkal jobban nem tudom körülírni, pontosabban körülrajzolni, de hát ha ebből meg lesz. Így, megint nem fogja beszállt, mert megint nem olyan. És akkor itt van mondjuk egy ilyen... Pult, betonpult. Hát, jó, ja, azt nem tudtam, hogy abba, ennyire nem emlékeztem, hogy abba dobálni kellett bármit is, meg ilyesmi. Én így jelentkezem be, tessék, ennyi. Talja három gondol. Igen, igen, na, hát akkor haladjunk tovább. Jézusom, aha, ez... De utána tudok neked csinálni vacsorát nagyon gyorsan. Jól van. Hogy hívják ezt? Mert körülbelül ezt most végigjátsszuk, az egy, mit tudom én, egy negyed óra. Fölcsapom a húst csülni, meg mellette a, megcsinálom azt a köretet, az szerintem összesen egy fél óra múlva kapsz enni. Mit szólsz? Hungarian Horntail, az is volt abban? Mi? Oké, okay, csináljunk ilyet akkor, hogy... Mit keresel, Bogyóka?
Hát egy ilyet tudok így hirtelen, és akkor mondjuk... Hát most így ezt sokkal jobban nem tudom megközelíteni ezt a problematikát, de talán így. Nyúlakról? Philodendron, Philodendron. La 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 la, Philodendron. Jó, hát ez ilyen lett. Szia, vicca a háttérben. Sziasztok! Miért iszik spenótot? Ki hogy lazul? Anyukám kedvenc növénye a Philodendron. Csókoltatjuk. De, igen, de melyik? Mert azért viccánál nem lett csak így Philodendron. Tehát azért... Philodendron maximát, a puszkát, ami ráadásul, mit tudom én, a dél-mongoliai cserjék tövében terem. Na, nem is van az alfajokat, megkérdezem, melyik a kedvence, oké. Okay. Meg egyébként azért nem olyan ultra fontos, ez csak tényleg, tehát vicca ugye azzal, hogy ebben dolgozik. Néha így azt mondja, hogy azzal hoztam egy purtenziánát, de nem ám a sima purtenziánát, hanem a maxima farkátát, amelyik ráadásul csak minden üzében, szökőévben hoz három pintyőkét. Jó, megint sikerült valami hülyeséget kitalálni, jó, akkor... Tehát bármikor, amikor vicca bemegy a fürdőszobába, meg így utána megy, és elkezd visítani, hogy azonnal jöjjön vicca, és itt a nagyszobában a szőnyegen vakarásza. Hisztéria, hisztéria, menjünk szabadiba. Jó, ez is van, így. És akkor így. Jó. Oké, legyen így, így. Jó, ez viszont egy kicsit így közel van a kezéhez. Így legyen akkor. Oké. És akkor legyen mondjuk ilyen színű a szerencsétlen. Jaj! Ezt még akarom. Jó! Nagyon szépen szólt, korábban nem lesz Republic Dome-ban, basszus, Rickenbe került. Igen, hát ők azt használtak, Rickenbe-ket használtak folyamatosan. De ettől még sajnos a zenétől nekem rossz álmaim voltak. Sült abszint, úristen. Aha. Ne, hát ez tényleg, ez meg a másik, hogy basszus, tényleg ízlések és pofonok, tehát én azt hiszem, hogy mindenben meg lehet találni
Jó, nem mindenben, mert DJ Lófasz Jóska 623-ban sajnos szerintem nem lehet megtalálni a jót, de szerintem minden művészeti ágban meg lehet találni a jót, ami legfeljebb másnak nem tetszik, tehát ilyen van. Na, aha, jó, akkor, tehát ez van, hogy nem, ki, jó, hát akkor ez így. És az utolsó, és utána izé lesz, bemutató lesz. Ja nem, pont az a lényeg, hogy... Ez van a háttérben. Gyere! Ott van, zsákban. Ja, értem. Jó, hát legyen. Csinálj magadnak salátát nélkül. Na így, hát legyen ez így, sajnos ez kicsit ilyen bénácska lett az idő miatt, de remélem, hogy meg lehet érteni. Na de meglátjuk. És akkor most jön a megtudása a dolognak. Ez megint fölveszem a fülest, hogy ne zavarjon be a... Oké. Jó. Na, hát akkor nézzük. Jobbra-balra ugrált az egerem, érdekesek voltak az alkotásai. Mindegy, itt továbbra sem kis Michelangelo-kat várunk. Na, hát akkor kérem szépen. Szóval... Lesz meggyilkolja második András királyt az aranybuláért mosolygós fej. Mosolygós fej. Nagyon szép, jól indul. Nem engedik, hogy a király kirabolja a Juli nénit. Juli. Király mérges, mert nem Joli néni jött előbb, hanem a bűvész. A bűvész! Jézusom! Joli? Király nem tudja, hogy jó-e a bűvész trükk. Jaj, Istenem! Tadá! Mekiskronában mentem cirkuszba. Jaj. Nagyon szép, nagyon-nagyon-nagyon szép, és jön ki az ilyen picike kis maci. A koronás király meglátogatja az állatkertben a macit. Ó, Puskin! Nagyon szép. Ja. Tehát mutatnám, hogy Besz meggyilkolja második András királyt az aranybuláért, ebből lett, a koronás király meglátogatja az állatkertben a macit. Imádom, ezek a legjobbak. Na, nézzük Szöcske induló szövegét. Szia, Trent! Három rózsaszín Batman dobol egy fekvő macskán. Azért ezt így most így szeretettel megkérdezni, hogy ez a mondat, ez hogy jött elő?
Mi a faszt nézek? Tehát egy... egy szürke csigán ül két segmanó plusz egy. Ez szétadom ezt a képet, hát ez kurva jó. A rózsaszín törpe maffia lefoglalja az alvó cicát. Rózsaszín törpe maffia, oké. Okay. Oké, okay, itt egy kicsit egyszerűsítettünk. Einstein, zzz, miau. A rózsaszín Einstein terrorizálja a nyávogó méh. Wow. Ó. Oh. Jó, ez jutott el hozzám, de itt már azért jelentősen sokat mentünk előre. Einstein esete a nyávogó méhecskével. Igen. Tök jó néz ki. Einstein nem érti a nyávogó méhet. Ezt meg megértem. Ech. Nyávogó méhecske repül Einstein felé három lábbal. Hogy még a három lábbal is megvan. Nagyon szép. Ott néz ki Einstein. De hát akkor, tehát megint, ezt úgy érzem, hogy mindig érdemes végigvenni, hogy honnan indultunk és hova érkeztünk. Macska a konyhapulton alert. Tehát három rózsaszín Batman dobol egy fekvő macskán. Ebből lett az, hogy nyávogó méhecske repül Einstein felé három lábbal. Csodálatosak vagytok, szeretlek titeket. Na, mehetünk. Einstein méhevérzik, igen. Megjelent. A Brunner Kft. Legújabb őrülete a Pinzer termék. Jól érzem, hogy most mindenhol vannak bajok. Ez kész. Mennyire szép. Úristen. Oké. Okay. Inzert kadét az álcázási gyakorlat alatt készítő képet. Inzert kadét, az meg. Ért, jó, így már értem, de miért van ott a numlok? Ja, mert hogy nem numlok, hanem inzert. Ugyanis hát ebből én ugye... Álcázó kipát viselő kölyök nem számol a vakuval. Hát nem számol, mert nem numlok, érted? Tehát nekem ez... Húzza, igen, kiúztam magam. Rajtos fényképész előtt a síró néni. Istenem. Kamók éppen nagyon menő, igen. Rajtos hát, sapkás jó arc öngyújtót ad a nagyon síró Supermannek. Mi van? Jaj, de jól néz ki, úristen, de nagyon jól néz ki. Superman Nemezis, sajt koponya, legyőzi őt egy öngyújtóval. Mindenki hülye, imádlak titeket. Ez is nagyon szép. Szóval, megjelent a Brunner Kft. Legújabb őrülete az Inzert termék, és ebből lett az, hogy Superman Nemezis-e sajtkoponya legyőzi őt egy öngyújtóval. És ez 12 fordulaton belül. Ezt én... Csodálom. Na, oké, menjünk tovább. Grumpy kezdő mondata. Bollywoodi bézé, oké. Aha. Értem a koncepciót. Bézé nem csak a 25 éves csajoknak énekel. Aha. Te úgy nézek ki, mint egy hosszújú pingvin. Jézé három test és kezek nélkül lánynak énekel. Tényleg? Mind a két most, tehát közben Vica próbál magának holnapra salátát csinálni, amit bevisz a munkahelyre. Mind a két macska fönn van a konyhapulton, és zabálják a salátáját. De ez egyelőre ráadásul nem vegán. Ebben még egyelőre csak zöldség. Zabálja az idióta. Mert idióta.
Úristen! Lemezborító gyanús. Nem zavarja, hogy a közönsége amalgamáció. Ez is nagyon szép női név lehetne egyébként. Új, de szép vagyok. Lakállas ember pacsit ad a szürke luknak. Hogy ez volt a lúk? Cianifóna. Ez volt a lúk, bassz meg! Az öreg hajléktalan egyedül van a hóban, lúk meg sehol. Lúk, hey! Nagyon szép. Tehát akkor ismételten a honnan, hova mentünk. Felütés az volt, hogy bollywoodi bézé. A vége pedig, hogy az öreg hajléktalan egyedül van a hóban, lúk meg sehol. Mi megérdemeljük egymást. Így mindannyian. Felhívnám figyelmet, hogy vézével hajléktalan lett. Ne jósoljatok, könyörgöm, ne. Oké. Okay. Tomi felütése. Államvizsgára készül a Stardew Valley, nem nyugszik a csacsi. Tomi, beszélnünk kell. Állam, exam, Stardew. Oké, okay. A csacsi viszont tök jól néz ki. Tamár rohamot kap az állami vizsgán. Az állami vizsga. Jaj, de hát én ma vizsgázok, mondta a Szamér. Szamér. Olyan. Iszonyatosan jól néz ki a Szamár. A lusta nyulat meglepte a hirtelen közeledő vizsgaidőpont. Itt lett bele nyúl, jól van. Úristen. Lusta drogos nyuszi stresszel a reggeli vizsga miatt. Jézusom, hát hogy néz ki? Drogos nyuszi összefossza magát. Összefossza. Jó, tehát államvizsgára készül a Stardew Valley, nem nyugszik a csacsi. Ebből az lett, hogy drogos nyugszik, összefossa magát. Istenem, mi van itt? Mi van itt és miért? Na jó, megyünk tovább, mingilingi. Az aranybulla értékelése az IMDb-n hirtelen 10-re emelkedett. Szép. Értem. Köszinek nem tetszik az IMDb, ezért kilép belőle. No like. Ennyi. No like. Oké. Okay. Cika Pálné belájkolja az IMDb-t lelkesen. Nagyon szép. Ez a Cika Pál, ez tök jó, hogy megragadt. Miért van egy vulva a képernyőn? Miért? Modern szerelmes levelet ír Ágika a 3B-ből. Aha! Vörös Vanda kiment a vonalból a 3B-ben. Hát erősen. Hova mész, Vanda? Igazad van, Rubik. Az új testen nem megy át a piros jelzés. Ke? Nem. Tehát ismét. Az aranybulla értékelése az IMDb-n hirtelen 10-re emelkedett. Ebből ez lett. Az úttesten nem megy át a piros jelzés. Nagyon szeretem. Barna medve sóspercet eszik. Sóspert. Sóspercet, mennyire szép! Bocsánat, de ez egy több szinten retard afrikai ilyen beszögelt szájjal. Nincs el a vulva. Jéz. Sanj. Te is. Barna maciszerű lény fehér perecet ropogtat. Maciszerű lény. Nyom. Azt mondja, nyom. Barna macsisótlan perecet eszik, szomorú miatta.
Itt még volt só, igaz, fekete. Volt só. És miért van neki madzaggal fölkötve az orra? Pereces medve magába roskad, mert a bolt nincs nyitva. Jaj. Ope, na. Szegény teljesen. Itt komolyan látom rajta a Edvard Munch a Sikoly című örökbecsőjének szellemi maradékait. Nem tudom, hogy mondják őt. Pereces Maci lábak híján nem tud kijönni a boltból. Lábak híján. Ez mi? Úgy bezabáltam a boltban, hogy nem férek ki az ajtón. Igen, akkor ez jött el hozzám. Sokáig nem tudtam, hogy ez hogy fog hozzám elérkezni, de akkor már megvan. Hát így, de hogy csak, ez semmit nem tetszett csökkenteni, drága Jolánka néni. Itt a színvonal, az valahol a lélek mélyén keresendő. Na, menjünk tovább Jolánka néni bevezető mondatára, ami a következő. Részből van a bulám. Valahogy ez nagy nyomot hagyott. Réz. Na, szép. Réz Rozália erősen ropja a táncparketten. Aha. See you. A Rézből álló prostituált táncol a hangjegyekkel. Tulajdonképpen a lényeg megmaradt. Ez kicsit úgy néz ki, mint hogyha iszonyatos hónai kutyája lenne. Narancs bőrű szőke Amazon táncra perdül hatalmas zenére. Hatalmas zenére, óriási. Szép! És az Amazon, érted? Óriási. Szőke szemtelen ostoros táncol. Jaj, az ostoros. Oké, részből van a bulám. Ebből odáig mentünk, hogy szőke szemtelen ostoros táncol. So great! Perseus nyitán... Erőlázadó korszakban pálcát használ hajszőkítésre. Azt hittem vége van. Jesus, ráadásul még tovább mentünk. Nagyon jó. Azt a kurva eget. Jó, menjünk tovább. Szia, Kispeti! Fú. Metálisten a reggeli kávéjával. Aha. Mert én ezt így fejtettem meg, hogy. Zeus néni pöttyös pizsamában, kakaózva villámot szór. Kakaó sehol? Iszamasá Zeus elejti a vill. Piszamasá, tehát piszamasá. Ízlegesik a szót. Piszamasá Zeus elejti a vill. A piszamasá Zeus elejti a vill. Azért reggel, mert a sárga kelésekkel, bizonyára. Vaj, elejtettem vill. Kovács Vilmos hollywoodi színész vagyok. Dadagi. Tini ledagizza a kamerákat és a magenta csillagot. Istenem. A biztonsági kamera beindul arra, hogy az Ips dagatnak hívi. Ips. Fú. Oké, megint. Honnan, hová? Metálisten reggeli kávéjával. A biztonsági kamera beindul arra, hogy az Ipsed ragadnak hívja. Azt a kurva. Nyuszika szomorú, mert elolvadt a hóember. Oké, ezt tudom, hogy jött el hozzám, de hogy sikerül ez odáig.
Nyuszika siratja az elolvadt hóembert. Jaj, te cuk! Úristen, de nagy a... Bocsánat, napképe. Hát ez mennyire ultra-übercuki. Nyúlra lágyuló hórépa ember. Bocsánat, ez meg a legjobb. Tehát ez tudod milyen? Ez egy magyar alternatív zenekar lemezének a címe. Kis csillag legújabb lemeze, a nyúlra lágyuló hórépa ember. Aha. Sátáni hóember felgyújtja a nyuszit. Nagyon szép. Ördögi hóember nyulat pörzsöl. A gonosz hóember nyulat süt. Jó, innen megmaradtunk a témánál. De édes fülei vannak. És így nézd le, hogy jaj, engem sütnek. Minden esetre, tehát nyúszik a szomorú, mert elolvadt a hóember. A gonosz hóember nyulat süt. Ennyi. Tehát egyszer fönn, egyszer lenn. Bézé a nevek show-ban elvesztette a nevét. És ott így lóbálom lefele. Hát és ez... Sajnos fájóan hasonlít ez a figura. Bézé beledobja a nevét a Tűzserlege gyerekbarát show műsorba. Aha. De jó. Bézé jelentkezik a Trimágusz kupára. Trimágusz. Bocsánat, én nem tudtam, hogy arra hogy kell jelentkezni, tehát Trimágus, aztán kész. Bézé a szállodában Gandalfok fogadására oktatja a személyzetet. Okos. Gandalf Bézévé lényegül át. Nagyon szép. A sárga angyal békíti Steven Tylert és a rajongóit. Peace! Úristen, csodálatos! És az utolsó. Péka ül a fűben, vígandalolászva. Jó, ez így jutott el hozzám, ez még odáig, jó? Dalos béka lábatlankodik a fűben. Miért lábatlankodik? Hát itt van, legfeljebb kezetlenkedik. Mi ez a zöld medve, akinek tényleg nincs lába, de ellenben azt mondja, hogy prek. Csodálatos, Tomi. Zöld Maci énekelni tanul a brekegő dinó hátán. Hogy ez itt egy dinó, és nem a föld meg a fű. Csodás. Wow. Egy sárkány, aki brekegve közlekedik a hátán egy zöld brummal. Egy zöld brummal, tehát... Azta... Ű... Mazsola a zöld malat sárkány háton vágtat. De jó, ez tényleg olyan. Szuper zöld sárkányon totál zöld maci. Nagyon jó. Hát ez óriási. Kurva jók ezek. Tehát ott tartottunk, hogy béka ül a fűben vigan dalolászva. Szuper zöld sárkányon totál zöld maci. Fú, hát ez tényleg zseni volt. Ezt én nagyon-nagyon-nagyon szeretem. És bocsánat, de akkor most szerintem... Szerintem én zárom a mait, mert hogy ezek szerint akkor most még egy gyors vacsorát kell főznöm, sütnöm, meg dolgok. De én ezt nagyon imádtam, de én kezdtem egy időben kiszeretni a Gartic Foamból, de
Valószínűleg az idő a távolléti út tett neki egy kicsit, mert hogy most tényleg megint lehetett egy kicsit így kreatívkodni, meg ilyesmi. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm, hogy jót beszélgettünk ma is mindenféléről, én nagyon-nagyon szerettem, és a végén nagyon jól esett ez a játék is. Szóval boldogság, és így van, bujék neked is, drága Pészkén, ha már lörköltél, most már egyszer össze kéne futni valahol, valahogy, gyere le koncertre pénteken, vagy dolgok. És hát akkor most teljesen így random választásokban berédelek valahova, és nem sokára ki fogom pakolni a jövő heti menetrendet, az szinte biztos, hogy akkor szerdán fogunk sztártyúkozni megint a csoda csapattal, de egyébként lesz mindenféle egyéb, szóval jövő héten is találkozunk sokszor, egy biztos viszont, hogy péntek szombaton nem lesz stream, ugyanis hidratálják igenis. Tehát péntek szombaton nem lesz stream, mert hogy pénteken ugye koncert van, nagyon remélem, hogy találkozunk minél többetekkel, és aztán pedig szombaton jövök valamikor haza. És hogy zeneelemzés lesz-e majd, csütörtökre tervezem, igen. És akkor csináljunk egy ilyen... konkrétan pont oda akartam menni, Tomi, ez most nagyon-nagyon jól sikerült. Szóval szerintem holnap akkor kipakolom Discordra a heti menetrendet, de szinte biztos, hogy lesz ugye akkor egy startjuk szerdán. És akkor szinte biztos, hogy lesz egy zeneelemzés csütörtökön, az összes többit megkiderítjük. Legyetek nagyon jók, köszönöm, hogy itt voltatok, és legyen nagyon fasz a következő hetetek, találkozunk minél többször, pénteken meg koncert. Le.